Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Simon Zsolt vagyok a webshopi kereskedelmi igazgatója. Mai napnak a témája az a webshopoknak a nemzetközi terjeszkedése. Az elmúlt időszakban nagyon sok cikkkel, tanulmányjal, kutatással találkoztunk azzal kapcsolatban, hogy mi lehet az oka annak, hogy a magyar webshopok nem terjeszkednek annyira intenzíven külföldön. Amikor ezeket a cikkeket olvastam, akkor eszembe jutott egy történet, ami 15-20 évvel ezelőtt többször is előfordult velem, amikor környező országbeli barátokkal, kollégákkal beszélgettünk. Arról beszélgettünk, hogy a múltban, 20-30 évvel ezelőtt, még annak idején a kommunizmusban, mik voltak azok a márkák, filmek, rajzfilmek, amik eljutottak hozzánk a szomszédos országokból, és egy nagyon érdekes élményben volt részem, mert hogy az esetek többségében <kül> én, illetve a magyar kollégáim nagyon sok olyan rajzfilmet tudtak mondani Csehországból, Szlovákiából, illetve az akkori Csehszlovákiából, Lengyelországból, Romániából, ami eljutott Magyarországra. Ezzel szemben, amikor kérdeztem, hogy milyen rajzfilmekkel találkoztak ők az adott országban, akkor egyedül a Mézga családot tudták nevesíteni. Azt is egyébként elég nehezen tudtuk beazonosítani, mert hogy minden országban más volt a neve a családnak értelemszerűen és utána érdekes módon akár hányszor újabb és újabb társaságba kerültem, akkor teszteltem ezt kíváncsiságból, és nem nagyon tudtak más rajzfilmet mondani. Ez egy kiragadott példa, ez a rajzfilmes történet, ugyanakkor ez általánoságban elmondható nagyon sok más kategóriára, élelmiszerekre, kozmetikai márkákra, illetve sok más termékre. Nyilván nem azt mondom, hogy ez egy reprezentatív felmérés, viszont egy, egy érdekes visszacsatolás azzal kapcsolatban, hogy amíg a környező országokból intenzíven jelennek meg Magyarországon bizonyos termékek, bizonyos szolgáltatások, addig a kifele való áramlás az valami miatt nem működik, vagy nem úgy működik. Annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy az elkereskedelemben mi lehet az oka annak, hogy a magyar webshopok bátortalanok, és nem úgy lépik át a, az országhatárt, mint amilyen bátran átlépik egyébként Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Romániából, Magyarországra irányuló elkereskedők? Ezért készítettünk egy kutatást, és megkérdeztük azokat a, a, az ügyfeleinket, akik Kellő sikerrel kereskednek már most is az országhatáron kívül, illetve megkérdezzük azokat is, akik pedig nem. A Webshippy-nek körülbelül 2000 aktív ügyfele van, éves szinten durván két és fél millió csomag hagyja el a raktárainkat, és megvizsgáltuk azt, hogy ennek hány százaléka irányul külföldre. Ha őszinte akarok lenni, mielőtt ezt ilyen szemmel vizsgáltuk volna, én alacsonyabb számra tippeltem volna. De ez a szám, ez 17 százalék, úgyhogy gyakorlatilag ez egy közepesen jó szám. Nyilván a webshopi raktárában található készletek, illetve a webshopoknak a készletei nem feltétlenül reprezentálják a, a teljes magyar elkereskedelmet, hiszen azok, akik már kiszervezték a logisztikájukat, azok nyilván sok esetben azért is teszik, hogy segítsük az ő országon belül illetve országon kívüli terjeszkedésüket. Megnéztük azt, hogy ez a 17% ez mely országokba irányul. Nyilván nem meglepő az, hogy a környező országok nagyobb súlyt képviselnek, ebből látszik az, hogy gyakorlatilag Csehország és Románia az összexportnak közel a felét teszi ki. Megjelennek olyan nyugat-európai országok is, akik ahol, ahova mennek ki csomagok. Nyilván ez elsősorban annak köszönhető, hogy vannak bizonyos ügyfelénk, akik kellően aktívak ezekben a távolabbi országokban, és ők azok, akik felhúzzák a csomagszámot. Ami még egy érdekes információ az az, hogy hány ügyfél kereskedik az adott országban, ebből látszik az, hogy vannak olyan ügyfeleink, vagy vannak olyan országok, ahol az ügyfélszám az elírja a 40-et, meghaladja a 40-et. Egyébként összességében megvizsgálva, az idei évünket száz olyan ügyfelünk volt, aki valamilyen módon értékesített webshopokon keresztül, külföldön, Magyarországon kívül. Látható volt, hogy Csehország áll az első helyen, ez nem meglepő. A cseh piac, elkereskedelmi piac gyakorlatilag minden szempontból mértékadó, dinamizmusát tekint. Fejlettségét tekintve, gondolkodásmódját tekintve. Ha megnézzük azt, hogy mekkora az össz GDP-n belüli részesedése a kereskedelmi piacnak, akkor egy kimagaslan magas számot láthatunk, illetve, hogyha a piac méretét látjuk, az is látszik, hogy a magyar piachoz képest egy, egy 5-6-szoros. Úgyhogy mindenképpen érdemes odafigyelni arra, hogy ott mi történik, illetve ami ott történik, az valamennyire meghatározza a közép európai kereskedelmet is. Megnézzük azt, hogy a környékbeli országokban melyek azok a webshopok, piacterek, legyen szó helyiről, legyen szó nemzetköziről, akik a a top listában vannak, szándékosan nem mentem túl az, az ötön, mert hogy ennek a fő információja gyakorlatilag az, hogy akik jelen vannak a környező országokban, és piacvezetők a környező országokban, azoknak többsége jelen van Magyarországon is. Tehát hogyha megnézzük, hogy Csehországban ott van egy alza, ott van egy kifli, ott van egy mal, ezek jelen vannak Magyarországon is. Lengyelországban ott van az Elcipő, Romániában az Elmak, tehát általánoságban elmondható az, hogy Magyarország a harc terévé, a játszó terévé várt a környező országoknak a webshopjainak. Ők megjelentek Magyarországon és nagyon-nagyon gyorsan, gyakorlatilag kimagasló pozíciót tudtak elérni piacméret tekintetében. És hogyha megnézzük a magyar listát, Szerepelnek ott olyan piaci szereplők, multiplázák általános webshopok, akiknek bőven kin kellene lenni a környező országokban és eredményesen kellene értékesíteni, de ahogy látjuk a listát a környező országokban ezek nem szerepelnek. Mi határozza meg azt, hogy egy, egy webshop, vagy egy adott országnak a webshopjai mennyire e, szeretnek külföldön kereskedni, mennyire bátran nyúlnak a, a, az export tevékenységhez. E, a webshipping most már május óta jelen van Szlovákiában, e, saját raktárral kereskedünk e, Cse, cse országban is cseh webshopokat, szlovák webshopokat szolgálunk ki, és általánosságban az a tapasztalatunk, hogy nagyon nagy mértékben határozza meg a webshopoknak a külföldre való terjeszkedési kedvét az, hogy mennyire fejlett az ökoszisztéma. Az az ökoszisztéma, amiben a webshop maga kereskedik, a webshopot kiszolgáló háttériparág, háttér szakterületek mennyire működnek jól. Az látszik, hogy az elkereskedők Csehországban, Szlovákiában, de Romániára is igaz, nagyon intenzíven jelen vannak a helyi piactereken. Most tegyük félre azt, hogy ez kereskedelmileg mennyire jó vagy nem, de olyan szempontból meghatározó, hogy ezek a piacterek elkezdenek terjeszkedni más országokba, és megjelennek mondjuk Magyarországon is, akkor egyrészt magukkal rántják ezeket a webshopokat, másrészt megkönnyítik ezeknek a webshopoknak a piacra lépési lehetőségeit, nagyon könnyen tudják tesztelni a, a, a piacokat. Általánoságban elmondható, hogy az elmúlt két-három évnek a, a trendje az, például Csehországban vagy a fejlettebb piacokon, hogy megjelentek azok az integrátorok, akik segítik a webshopok működését abban, hogy mindenféle technológiai összekapcsolás interfészt lehetővé tegyenek az ökoszisztémán belül, a különböző szolgáltatók között. Ezek az integrátorok és az integrátoroknak a terjeszkedése nagyban segíti a webshopoknak új piacokra való belépését, illetve azáltal, hogy terjeszkedik a webshop, terjeszkedik az integrátor, gyakorlatilag az iparági szolgáltatóknak a terjeszkedését is támogatja. Mit értünk ez alatt? Jönnek a piacterek Magyarországra, jönnek a webshopok Magyarországra, és jönnek azok a, a, a szolgáltatók, marketing szolgáltatók, vagy a webshipp esetében, hogyha kifele gondolkodunk, akkor mennek kifele azok a full szolgáltatók, akik azért mennek, hogy a magyar webshopokat segítség és, és szolgálják ki. Egy, do, egy példát ragadtam ki, és nem reklám a célja, és szándékosan egy szórólapot linkeltem be, vagy, vagy másoltam be, hogy megmutassam, hogy egy lengyel integrátor, aki integ, intenzíven jelen van Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és terjeszkedik más piacokra is, gyakorlatilag több mint 500 integrációval bír, és lehetővé teszi azt, hogy összekösse a webshop magát vállalatirányítási rendszerekkel, fulfillment szolgáltatókkal, marketing szolgáltatókkal, piac terekkel, számlázó programokkal, Mindennel, és ezzel gyakorlatilag megkönnyítve és lehetővé téve azt, hogy amelyik szolgáltatási területen nincsen berendezkedve a webshop, piaci szereplők igénybevételével könnyen meg tudja tenni a, 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 akár a helyi, akár a nemzetközi terjeszkedést és, és bővülést. Végeztünk egy kutatást augusztusban, ami arról szólt, azt vizsgálta, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet, a gazdasági nehézségek mennyire korlátozzák a magyar webshopoknak a működését, a növekedési potenciáját. Ebből az látszik, hogy a webshopok 69 a érzi azt, hogy veszélyben van a jövője, gyakorlatilag 33 mondta azt, hogy, hogy, a bezárás, akár a bezárás veszélye fenyegeti őket. Ezek nem túl biztató számok, de azt gondolom, hogy a jelen gazdasági helyzet senkinek nem túl biztató. Viszont vizsgáltuk, hogy milyen pozitív intézkedéseket terveznek, Látszik az, hogy az a tendencia, ami például Csehországban már az elmúlt években megjelent, hogy intenzíven megjelennek a webshopok mellett más értékesítési csatornákon is, Magyarországon is megfogalmazódott ennek az igénye, 68%-a tervezi azt, hogy új értékesítési csatornákra is kilép a kínálatával. 47% mondta azt, hogy bővíteni szeretné a szortimentjét olyan termékekkel, amik jelen pillanatban nincsenek meg a webshopjukban, akár kategóriák, akár termék tekintetében. Ugyanakkor, ami nagyon fontos, hogy a költségeket valamilyen módon racionalizálni kell, nyilván jelen helyzetben megnövekedtek a fix költségek, drágává vált a webshopnak a működtetése, sokan kezdtek kiszervezésben gondolkodni, pont azért, hogy amikor szezon van és van bevétel, akkor ki tudja fizetni a költségeket, amikor szezonon kívül van, akkor ne terhelje a vállalkozás működését semmilyen fix költség. Ami jó hír az az, hogy 43 százalék mondta azt, hogy szeretné növelni a marketing költségeit, legyen szó PPC-ről, influencerekkel, vala együttműködésről, bármilyen, bármilyen kommunikációs megoldásról. Tehát látják azt, hogy investálni kell abba, hogy életbe tudjanak maradni, versenybe tudjanak maradni. És 30%-uk mondta azt, hogy külföldön szeretne terjeszkedni. Erre a számra mondhatjuk azt, hogy nem, nem túl magas, de legalább 36% azt mondja, hogy gondolkodik abba, hogy annak érdekében, hogy nőjön a kritikus tömege, az, értékesítés, az értékesített csomagoknak, termékeknek és csomagoknak a száma, ki kell lépnie a magyar piacról, és be kell lépnie olyan piacokra, ahol ott van a vásárló közeg, és el tudja érni őket akik a külföldi terjeszkedésben sikereket értek el, vagy egyelőre bátortalanok voltak, vagy nem indultak el, megvizsgáltuk azt, hogy hogy nekik mi az álláspontjuk, mit tartanak a, a legkomolyabb blokkernek az elindulásban, beszéltünk olyanokkal is, akik sikeresen működnek, beszéltünk olyanokkal is, akik egyelőre nem vágtak bele, a webshop oldali visszajelzésekből azt az információt kaptuk, hogy gyakorlatilag a legfontosabb korlát a nemzetközi terjeszkedésben az az emberi erőforrásnak a hiánya. A magyar piac kicsi, ez egy állandó rendszeres probléma, hogy nincsen meg a kritikus tömeg. Se a kereskedelemben, se a struktúrákban, se az erőforrásokban. Nyilván a webshopok esetében még nagyobb probléma az, hogy nincsen meg az emberi erőforrás, aki azzal foglalkozzon, hogy egyáltalán nemzetközileg terjeszkedjen. Nem ismerik a piacokat, félnek a külföldi piacoktól, nem tudják, hogy ott mit kell tenni annak érdekében, hogy sikeresek legyenek. A magyar cégek működése a szabályozó, szabályozó környezetnek köszönhetően nagyon túladminisztrált, jogilag nagyon sok terhet ró ránk. Ebből adódóan következtetünk arra, hogy ugyanezek az adminisztratív és jogi terhek fennállnak a többi országban is. Ez egy komoly gát, hogy ezzel nem, nem tudnak mit kezdeni, ettől megijednek, hogy egyáltalán mi a dolgom, hogyha én kifele terjeszkedek milyen lépéseket kell tennem. Nyilván fontos korlát az a technológiai korlát, hogyha én kifele megyek, és külföldön kereskedek a webshopommal, akkor egyébként ott milyen technológiai feltételeknek kell megfelelnem, hogy egyáltalán ezt meg tudjam lépni. Illetve elhangzott a logisztikai korlát is, hogyha én külföldön értékesítek bármelyik országban, meg tudom-e azt oldani Magyarországról egy logisztikai központból, vagy át kell tárolnom termékeket azokba az országokba, ahol kereskedni akarok, ebből milyen előnyeim, hátrányaim származnak. Ha az iparági szinten vizsgáljuk a külföldi terjeszkedésnek a blokkereit, akkor az ügyfeleinktől származó visszacsatolás alapján nagyon sok mindenkitől hangzott el az, hogy nincsenek olyan nemzetközileg sikeres magyar, kereskedők, legyen szó nagymárkáról, vagy legyen szó multiplázáról, ami gyakorlatilag esettanulmányként szolgálna arra, hogy ennek van értelme, és hogy hogy kell csinálni. Nincsenek bevált terjeszkedési modellek, nincsenek sablonok, amit követni tudnának azok a cégek, akik jelen pillanatban csak Magyarországon kereskednek. Nincsenek magyar cross-border szolgáltatók, tehát nincsenek olyan cégek, akik segíteni tudnak engem abban, hogy külföldön kiszolgálják azokat a szakterületeket, amire én támaszkodni szeretnék. És nyilván visszacsatolva a, a, a webshop oldalon elhangzott korlátokra, itt az emberi erőforrások, administratív jogi terhektől való félelemre, nincsenek azok a dobozolt megoldások, amit leveszek a polcról, és abba a dobozba gyakorlatilag én becsomagolom a termékemet, a, a megoldásomat, és azzal terjeszkedek külföldre. Összeszedtünk öt olyan kereskedelmi tippet, amivel úgy gondoljuk, hogy segíteni tudjuk a webshopokat, legyen szó kis, közepes vállalkozásról, vagy akár nagyobb csomagszámmal bíró webshopról, figyelembe véve azt, hogy mi az, amit mi tapasztaltunk az elmúlt egy évben Csehországban, Szlovákiában, a környező országokban, illetve amit tapasztaltunk Magyarországon az ügyfeleinknek a külföldre irányuló kereskedelmire építve. Az első, hogy állj több lábon, értékes is több platformon. Túl kell lépni azon, hogy a vállalkozások, a, a webáruházak csak a saját webshopjukon keresztül kereskednek, meg kell vizsgálni az, hogy milyen egyéb piactereken, tereken, árösszehasonlító oldalakon Quick-commerce megoldáson, mint például egy volt futbánán keresztül, tud valaki megjelenni a külföldi piacokon. Nem azt mondjuk, hogy ez a végcél, de ez egy könnyű piacra lépési lehetőség, hogy legalább teszteljék. A webshopok a külföldi értékesítést. És gyakorlatilag ez a megoldás a piactereken való megjelenés a külföldi terjeszkedésben nem csak a webshopoknak segít, hanem például gyártóknak, disztribútoroknak, akiknek nincs is webshopja. Tehát egy D2C megoldásként ki tud kerülni közvetlenül a vevők felé, hogyha piactereken indul el. A következő tipp: hogy válj te magad is piactéri. Megfogalmazódott az igények között, hogy sokan szeretnék bővíteni a szortimentjüket. Gyakorlatilag a webshopi esetében van egy webshopi marketplace, van egy katalógus, amelyben azok a termékek találhatók, akik kiszervezték hozzánk a fulfillmentjüket. Ezek a termékek elérhetők webshopok számára. Tehát ha valakinek van egy webshopja, akkor például a mi online nagyker katalógusunkból, be tudnak emelni úgy termékeket, úgy tudja bővíteni a szortimentjét, hogy neki nem kell beszerezni ezeket a termékeket, virtuális készlettel tudnak kereskedni, nem kell raktározni, nem kell beruházni, és csak akkor kell kifizetni a terméket, amikor az értékesítésre került, ezáltal gyakorlatilag egy webshop úgy tud szortimentet bővíteni, hogy ő maga is piacstéré válik. A másik lehetőség az az, hogyha valakinek vannak saját termékei, saját gyártásból, saját importból és ezekkel a webshopjában kereskedik, akkor ezeket a termékeket elérhetővé tudja tenni más webshopok számára is. Ugyancsak a webshipi esetében van a webshipi marketplace esetében lehetőség arra, hogy a fulfillment partnereik belistázzák ezeket a termékeket az online nagyker katalógusba, és ezáltal az a webshop, aki maga kereskedik a termékekkel, elérhetővé teszi ezeket a termékeket más webshopok számára is, így gyakorlatilag ő E könnyedén tud elkezdeni ö, nagykereskedni és Nemzetközi terjeszkedés esetében fontos szerepe van annak, hogy milyen gyorsan és milyen költségekkel tudja elérni egy webshop a vásárlóit. Ahogy említettem, a csomagszámunknak 17 a Magyarországról irányul külföldre, innen küldjük ki a külföldi vevőknek a, a termékeket. Ugyanakkor fontos az, vagy van jelentősége annak, hogy ha egy webshop külföldön akar terjeszkedni, akkor menjen közelebb a vevőihez, mert ezáltal gyorsabban és olcsóbban tudja elérni ezt. Nyilván a környező országokban is van ennek jelentősége, hogy mondjuk Szlovákiában, vagy Szlovákiából, Csehországban, Lengyelországban milyen költségek, és, milyen költségek mellett és milyen gyorsan tudja eljutatni a, a termékeit a, a vevőinek. És ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy automatizáld a folyamataidat. Ne akarjunk mi magunk mindent megoldani, ne gondoljuk azt, hogy mi mindent meg tudunk csinálni. Vannak a piacon szolgáltatók, akik megkönnyítik az életünket, akiket, hogyha valamilyen módon integrálunk, és az egész folyamatot automatizálni tudjuk, akkor nagyban segíti azt, hogy mi akár Magyarországon, akár külföldön terjeszkedni tudjuk. Nyilván a webshippinek a rendszere is egy automatizált rendszer, egy olyan automatizált rendszer, ami segíti a termékeknek a beszállítását, a megrendeléseknek a kezelését, kiszolgálását illetve a, 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 számlázását, és ezt egy, egy, olyan integrált rendszerrel tudja megoldani, ami nagyban segíti a webshopok működését. Ugyanakkor vannak olyan piaci integrátorok, akik segítik a magyar webshopokat is abban, hogy kilépjenek piacterekre, marketing automatizmusokat iktassanak be a folyamatokba, akár számlázó programot vegyenek igénybe nekünk, mi, mi azt látjuk, hogy a külföldi webshopok terjeszkedését nagyon nagyban meghatározza azt, hogy integrátorok révén próbálják behúzni a webshopok ezeket a szolgáltatásokat. És ahogy az elején a Mézga család példájával kezdtem, azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy legyenek az elkereskedelemben is olyan Mézga családok, olyan mézga család szerű vállalkozások, akik sikeresen kezdenek elterjeszkedni, lépnek ki a külföldi piacokra, mert hogy ez nagyon-nagyon jó példával tud szolgálni minden egyes magyar webshopnak legyen szó kicsiről, közepesről vagy nagyról. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntöm a Héliadé vezérigazgatóját, Budaházi Pétert. Eh, ahogy a prezentációmban mondtam, eh, nagyon fontos az, hogy Magyarországon is legyenek olyan sikertörténetek, ahol elkereskedők megjelennek az országhatáron túl is. És ezért gondoltuk azt, hogy meghívjuk Pétert, eh, hiszen a héliadi egy pozitív példa eh, arra nézve, hogy eh, hogyan terjeszkedik külföldön, nem majd ő beszélni fog arról, hogy milyen webshopokkal, illetve milyen márkákkal eh, jelenik meg az ország határon túl. Eh, a Helia Data webshipi szolgáltatja, és én megnéztem, szeptemberben 50 piacon voltatok jelen, 50 piacra ment ki Magyarországról eh, termék illetve ami számomra meglepő volt, hogy gyakorlatilag az online összértékesítéseteknek több mint 50% a külföldön realizálódott. Azt gondolom, hogy ez egy olyan példa, amiről érdemes beszélgetnünk, és gyakorlatilag szeretnélek is megkérni arra, hogy röviden mutass be, hogy, hogy működik a cég, illetve hogy indultatok el az kereskedelemmel. Igen, hát köszönöm szépen a lehetőséget, és én is mindenkit szeretettel köszöntök. Egy kicsit összetett a kérdés, ugyanis mi egy cégcsoportként működünk, aminek a Hélia D a legrégebbi tagja, a Hélia D Kft. mint ilyen az 2004 óta működik, és, és gyakorlatilag már a elkereskedelem Kezdetén minket ez elkezdett érdekelni, és akkor kerestük folyamatosan a lehetőségeket, de a Hérília díj az egy olyan márka, ami azért több ezer ponton elérhető Magyarországon. Ráadásul elkereskedelmi szempontból nem feltétlenül ideális, ugyanis a termékek nagy része az 1500 és 4500 forint közötti áron. Kerül értékesítésre, tehát a szállítási költséghez viszonyítva ez egy viszonylag magas arány. Aki elkereskedelme foglalkozik, biztos találkozott ezzel a kérdéssel, de az a határán vagyunk annak, hogy ezt lehet jól csinálni. Nagyon sokat próbálkoztunk, természetesen, mint mindenki ezelőtt, 10-15 évvel, és mi is majdnem feladtuk, tudom, hogy nagyon sokan feladták, de aztán addig addig próbálkoztunk, addig addig kerestünk szakembereket, amíg rájöttünk, hogy ez hogy működik. Ugye ez nagyon fontos, a legfontosabb, egy ilyen messmáket, vagyis lakossági tömegtermék, mert végül is mi is ebbe a kategóriába tartozunk, tehát ez a gyorsan forgó fogyasztási cikkek kategóriája. Nagyon fontos, hogy nagyon jó legyen a marketing, az online marketing, és ezt azért ki kell tanulni. Nagyon jó kell, hogy legyen az árképzés, és természetesen utána a fulfillment, ami már ugye a webshippinek a területe. Tehát ezeket évek alatt nagyon-nagyon sok kudarcárán tanultuk meg, hogy Magyarországon ez hogy működik. És aztán a Héria nek mindig is voltak külföldi vevői, viszonylag korlátozott számú, úgyhogy létrehoztunk egy külföldi webshopot, de igazándiból az áttörést nem így értük el, hanem a. a, a sok minden területen terjeszkedtünk, részben ö, kozmetikai gyártás területén, részben pedig mindig kerestük az új ötleteket. És ezelőtt, kb. 10-12 évvel elindult egy oldal, ez, ez egy ilyen user-generated content alapú oldal, ezt úgy hívják, hogy Krémánia, mint egy nagyon tehetséges fiatal lány, Rácz Judit ö, indított el, és én keresztem bele a kapcsolatot, sehogy sem tudtam bele kapcsolatot létesíteni. Aztán kiderült, hogy ennek az volt az oka, hogy akkor Zürichben élt, mert hogy ő programozóként dolgozott a férjével együtt, aztán a Google-nál, vagy valami ilyesmi. Lényeg az, hogy <kül> nagy nehezen megtaláltam, és akkor el is kezdtünk egy picit együtt dolgozni, és amikor hazajöttek ennek, azt hiszem, most már 7 vagy 8 éve, akkor felvetettem neki, hogy dolgozzon nálunk, vagy valahogy dolgozzunk együtt, és akkor így felmerült, hogy csináljunk egy közös márkát és a, megalapítottuk a Judit, meg a Hélia, D, pontosabban az ő egyik cége, a Geek and Gorgeous nevű márkát. Na most azt kell tudni a, a Juditról, hogy a Krémánia mellett ő akkor már elkezdett egy saját webshopot üzemeltetni, ez volt a Skin Smart, ami egy olyan, olyan, ő viszont olyan termékkört árult, ami nem volt máshol elérhető. Tehát ez egy külön kategória ugye az online piacon és a, a, a az online üzleti lehetőségek között, hogyha valakinek olyan terméke van, ami nem érhető el az ország több ezer üzletében, és az ő ilyen volt, és ráadásul ez egy szubkultúra volt akkor. Minden területen vannak a, a az igényes vásárlók, igazándiból ezt most már tudatos vásárlóknak nevezzük őket. Tehát a tudatos vásárlók, mondjuk a mi kategóriánkban azt jelenti, hogy állandóan olvas a hatóanyagokról, állandóan elemzéseket kritikákat, review-kat uh, olvas, és így nagyon képzett, nagyon képzett vásárló. Ez akkor a, az, abban az időben, amikor uh, elindultunk, uh, ezelőtt körülbelül, mondom, 7 évvel, akkor ez a Piac, a kozmetikai piacon belül viszonylag kicsi volt. Igazándiból ez Amerikából indult, mint ahogy nagyon sok minden, tehát a tudatos vásárlók, a kozmetikai tudatos vásárlók köre, aztán így került át Európába, és végül is ma már Magyarországon ott tartunk, hogy ez a valamikori szubkultúra, ez mainstream vált. Én látok egyébként más ilyen piacokon is ilyen hasonló tendenciákat, tehát gyakorlatilag a tudatos vásárlók köre az minden, minden, területen nő. Tehát őket úgy gondolom, tehát egy ilyen startup vállalkozásnak mindenféleképpen érdemes őket megcélozni, mert azokkal máshogy kell kommunikálni, ugye mások az értékek. Na, lényeg az, hogy mi is elindultunk, ugye online értékesítése, de ennek akkor is a, a piaca azért még külföldön nagy volt, és, és az volt a szerencséje, mondom, hogy akkor ez egy szubkultúra volt, tehát a, a, és még mindig mondom, valamilyen szinten az. Bocsánat, itt, itt Hélia indultatok még? Nem, ne, nem, már akkor, tehát ezzel Geek Gorgeous-ként, mm -hmm. Hélia is ö, ö, jelen vagyunk a nemzetközi piacon, de kisebb mértékben. tehát. Itt, tehát Magyarországon a webshop az Hélia működik, és and, Geek and gorgeous terjeszkedtek az idegen országokban. Hát igen, de a Geek and Gorgeous, mondom, az külön cég, tehát az Magyarországon is terjeszkedik, meg Magyarországon is nagyon sikeres volt, és a, ö, ott az történt, hogy a Geek and Gorgeous az először online lett sikeres, és aztán környékeztek meg a a hagyományos retail hálózatok, hogy, hogy vigyük be a termékeket, de ebben, hogy úgy mondjam, nagyon szelektívek voltunk, tehát az egy óriási előny, hogyha valaki egy brandet felfuttat online, mert a, és, és, látják a hálózatok, hogy jó, erős a brand, akkor sokkal nyitottabbak, sőt, proaktívá válnak, és sokkal jobb kondíciókat lehet náluk elérni, amiatt, hogy látják, hogy sikeres egy márka. Ezt látom nagyon sok helyen. Nekem nagyon tudatosnak tűnik az, hogy végülis van egy erős, tradicionális héliadé márka, és utána gyakorlatilag csináltok egy másodlagos márkát, amit azért csináltok, mert hogy azt már online felépítették, vagy azt az irányt, annak az iránynak megvan az a vásárlói köre, akire rá lehet települni, és utána végül is egy online épített márkával kezdtek el nemzetközileg kereskedni, hogy fel sem merült az, hogy a héliadé márkával megjelenni nem, külföldön, nem, igaz, webshopon igaz, keresztül? E, igazándiból, e, tehát van ez a kategória, az biztos hallottátok, más területeken is van ilyen, hogy evangélisták. Tehát ezek az üzleti evangélisták, akik annyira nagy presztisnek örvendenek, és annyira hiteles, amit mondanak, hogy gyakorlatilag, márkákat lehet rájuk építeni, vagy cégeket lehet rájuk építeni, és Judit ilyen volt, tehát a társam ő ilyen volt, és akkor én próbáltam meggyőzni, hogy akkor a Hélia dén belül valósítsuk meg ezt a történetet, de, hát, de mondta, hogy ő inkább egy külön brandet szeretne, és ebből lett a Geek Gorgeous. Mm. Tehát ez, ez, igen, ez egy opció, és látok olyat a piacon, most nem akarok neveket mondani a kozmetikai területen, aki elindult egy irányba, natur irányba, és azzal sikeres lesz. De most például, ahogy említettem, ez a szubkultúra, a tudatos vásárlók szubkultúrája, ez mainstream-é kezd válni, és például ez a brand, és láttam rajta, hogy a naturból átvált tudatossá, de ezt én nem érzem annyira hitelesnek, tehát a a, a, a D ez egy tradicionális márka, megvannak a saját vásárlói, akik egyébként 40 pluszosok, tehát az egy más világ, tehát a, a kettőt én úgy gondolom kockázatosabb ötvözni, szerencsésebb, hogyha ez ez külön márkaként valósul meg, de mondom, nekünk nem is igazán volt más opciónk, és én ezzel elégedett voltam, hogy, hogy akkor oké, okay, erre külön indítsunk egy új brandet. És ö, külföldön hány webshoppal vagytok jelen? Ugye más, vannak más brandjeink, tehát van Dekor Kosmetika, ezt biztos tudjátok, Rúzs, meg ö, Szemkörnyék Ápoló, meg nem tudom, tehát ilyen, az, az egy Áden nevű branddel ott is jelen vagyunk, ö, és, ö, és hát a, ö, a, a Hélia D-vel, igen, alapvetően így vagyunk jelen, de például... A... Tehát a geekandgorgeous.com-mal kereskedtek minden külföldi országban is. Igen, a geeken, de az mindegyiket egyenlőre a magyar webshop szolgáljuk ki. Azt nagyon örülnék, hogyha a webshopilek lenne mondjuk nyugat európába mondjuk Hollandiába egy logisztikai központja, mert az sokat segítene nekünk. Azt körbejártuk, hogy, hogy érdemesen nyitni, mert tényleg... Ö, nagyon sok vevőnk van, gyakorlatilag az ilyen jellegű exportunk az nagyobb, mint a belföldi értékesítésünk, és hát biztos érdekes kérdés, hogy ez hogy is működik. Mm. És hát úgy gondolom, hogy a, a, az online sikerhez ugye alapvető a, a, marketing, de a, a van a, a D az ilyen lakossági mass market típusú, tehát ott, ott úgy lettünk sikeresek a magyar piacon, hogy, hogy rendesen ilyen click marketinget, tehát Facebook, Google, -ed, ezeket használtuk, és akkor ezekkel sikerült a értékesítést felfuttatni. Ma már próbálunk mi is influencereket használni, de ebben a korábban szubkultúra, ma már mainstreamnek számító tudatos vásárlói körben az influencerek számítanak igazán. És azért, ha az influencereket sikerül megnyerni, és azokat külföldön is viszonylag egyszerű vagy legalábbis egyszerű megnyerni és, és nem kerül annyian sokba akkor akkor az velük lehet hatékonyan terjeszkedni. Tehát az azt jelenti hogy a külföldi országokban is keresitek a helyi influencereket. Igen. Igen, ezt, igen. ezt egyébként innen szervezitek igen, tehát centralizáltan történik minden. Igen, igen. tehát ez, ez nagyon érdekes egyébként tehát hogy itt vannak lehetőségek de ez mondom egy ilyen nincs piacon belül, ez egyszerűbb, mert ott jobban egymásra találnak, tehát hasonló nyelvet beszélnek, és mondom, hogyha ez egy szubkultúra, akkor könnyebben teremt kapcsolatot ugye a brand tulajdonos vagy az értékesítő, a szubkultúra egy nem tudom, szlovák, francia, német, vagy amerikai képviselőjével, és itt ez történik, tehát hogy ha ők a, ezek a influencerek felismerik, hogy ó, te a az én szubkultúrámba tartozol, vagy az én bráncsembe tartozol, akkor sokkal szívesebben kommunikálnak a termékeidről. Sőt, ez egy olyan érdekes terület, de szerintem minden ilyen, hogy ők aktívan keresik ezeket a brendeket, ezeket a termékeket, és aztán önmaguktól szívesen beszélnek róla. Ami nekem nagyon érdekes volt, hogyha megnézzük, hogy a magyar webshopok hogyan terjeszkednek külföldön, akkor általánoságban elmondható, hogy főleg a környező országokban. A ti uh, analitikátok ezzel szemben azt mutatja, hogy Franciaország, Németország a legnagyobb exportpiacotok. Hogy minek köszönhető a siker, tehát hogy mennyire nehéz egy francia, illetve egy német, piacon webshop értékesítést Igen. Hát elérni? A, a, az a titka, hogy ö, megtaláltak ö, minket, francia, azt hiszem két francia elég meghatározó influencer, magától, bár nem a csúcs influencerek, tehát ők megtaláltak bennünket, és aztán elkezdték, ö, ö, tehát készítettek YouTube videókat, ugye ez így működik, és akkor elemezték, tehát külön YouTube, 10 perces filmet szántak a GIG termékeknek, tehát ez már óriási dolog volt, de ma már gyakran előfordul, hogy ilyen nagyon nagy nemzetközi influencerek spontán módon review készítenek a mi termékeinkről. És ez két dolog, tehát egyrészt van egy spontán része, és van természetesen egy segített része, amikor, amikor mi aktívan keressük meg, pontosabban a megkeressék ezeket a, az influencereket, és próbálják őket rábírni, hogy, hogy a mi termékünkkel foglalkozzanak, és ez ugye ez, ennek legalább két feltétele van, tehát egyrészt a terméknek olyan minőségűnek kell lenni, tehát meg kell felelni azoknak a követelményeknek, másik pedig, hogy aztán tényleg meg kell győzni, és aztán ezek a nemzetközi influencerek, akik az adott területre specializálódnak, azok is nagyon drágák. Tehát itt két itt két dolog van, ami, ami, működni látszik. Az egyiket csak belföldön vannak róla tapasztalatai, mert most elindítottunk egy közös márkát Ördög Nórival, és az is, tehát az online szempontból, tehát óriási siker. Tehát ő egy, ugye egy szerethető személyiség, és ezért a termék nagyon szerethetővé és eladhatóvá válik, ez az egyik út. A másik út, ami a giknek az útja, amikor a terméknek a, a minőségi attribútumai olyanok, hogy, hogy, hogy a, az erre specializálódott influencerek megtalálják őket. És ez a magyar piacon is ez marhára erős, tehát most a, akik, most egyre több ilyen brand van, a tudatos vásárlókra céloz, és ezek a, ezekre a influencerekre, most már ebből is nagyon sok van, tehát van egy csomó olyan influencer a kozmetikai piacon, akik erre a tudatos uh, vásárokra célzó márkákra specializálódott. És a, az Ördög Nóra márkája, ő meg fog jelenni önálló webshopban? Vagy fel fog kerülni webshopban? Na, igen, tehát szintén <laughs> nálatok van egyébként. <laughs> és igen, tehát igen, tehát hogy igen, az is, hát ezért mi Ugye tudtuk, hogy nagyon nagy kapacitásigény lehet, és de úgy tudom, hogy álltátok a sarat, és. És igen, tehát az, az igen, tehát ez és fontos. <coughs> igen. Említetted, hogy örülnél neki, hogyha ha indítan a logisztikai központokat Nyugat-Európában most mindent innen szolgálunk ki. Ebből most láttok egyébként bármilyen hátrányt. Abszolút. Azért, mert még a közeli piacokra viszonylag olcsó a szállítás, még akár Németországban uh -huh. is, Franciaországba már nem annyira, Angliában uh, különösen nem, tehát uh -huh. itt eh, Amerikában meg uh, ott, ott nem nem sikerült, úgyhogy most. Uh, Ugye ott más utat járunk, tehát ott valószínűleg létre kell hozni egy amerikai céget ahhoz, hogy ott ö, tudjunk terjeszkedni. De visszatérve, tehát hogy azért lenne szerencsés, hogyha lenne mondjuk Hollandiába, vagy akár Spanyolországba, vagy Franciaországba egy, egy logisztikai központ, amit tudnánk használni, mert mert, innen, mert egy, egy adott fokon túl nagyon drága a vásárlás. Nyilván ez a mi termékkategóriánkra jellemző, mert itt a, attól függ, hogy mekkora az átlagos vásárlási csomag, hogyha az nem tudom, néhány tíz euró, akkor ez a számítási, szállítási költség sokat számíthat. Uh -huh. Igen, az a tapasztalat egyébként jellemzően, hogyha a logisztikai cégek működését nézzük, meg a csomagküldő cégek árazását, hogy egy-egy régiót relatív olcsón lefednek, tehát ezért Magyarországról a környező országokat, ahogy te is mondtad, Németországig bezárólag lefele Romániában versenyképesen ki lehet szolgálni. Ott is már bejátszik annak a, a, a ténye, hogyha helyből megy ki, akkor gyorsabban ki van, meg azért olcsóbb tud lenni, de ö, igen, mi is ezt tapasztaljuk, hogy a távoli országokban azért számolni kell egy, egy olyan prémiummal, a, ami, ami abból fakad gyakorlatilag, hogy messzire ö, megy, a, megy a termék. Ö, hova terveztek terjeszkedni? Ö, vannak olyan célországok, amit ahol még nem vagytok ott, vagy nem vagytok ott intenzíven. Hát, És mi, mi a belépési küszöb egy ilyen piacra? Hát a, tehát azt kiszámoltuk, hogy Európába valószínűleg nem éri meg egy másik logisztikai központot használni. Mm -hmm. Tehát olyan határvonalon, mert az azt jelenti, hogy két helyen kell készletezni, meg szóval az egy nagy macera úgyhogy mi annak örülnénk, mondom, hogy a nyugat európába nyitnátok minél hamarabb egy logisztikai központot, hát Amerikába ott nem lehet megoldani, tehát hogy Amerikába ott meg kell keresni a, a saját logisztikai kiszolgálónkat, de az egy külön piac, tehát ott ott az, tehát na, nagyon sok amerikai vásárlónk van, így is, de, de ahol, ahhoz, hogy ott egy nagy robbanást tudjunk elérni, amiben mi reménykedünk, ahhoz, ahhoz különleges megközelítés kell, és akkor ténylegesen az influencerekkel jobban kell foglalkozni, többet kell rájuk valószínűleg költeni. Logisztikai szempontból kérdezném, hogy meg mennyiben jelent könnyebbséget az, hogy ki van szervezve a logisztika, és mondjuk a ti esetetekben a webshippi szolgáltatja ezt egy központi raktárból? Mert nyilván nagyon sok mindenkivel tárgyalunk, nagyon sokan gondolkodnak azon, hogy kiszerveznék, csak bizonytalanok, hogy neki mennyiben segít ez, mennyivel olcsóbb, hol tud, hol tud megtakarítani. Neked mi a tapasztalatod? Hát az, hogy ez egyre inkább egy szakma, tehát hogy ez szerintem ez egy normális dolog egy cég életében, hogy ahogy növekszik, az egyre inkább outsourcol bizonyos területeket, vagy vesz fel rá szakembert. Tehát azért ez profin csinálni, az nem olyan egyszerű. Nyilván, ha nem tudom, napi három csomagot kell elküldeni, az még vállalható, de ráadásul itt a, a mi esetünkben, és gondolom ezzel nem vagyunk egyediek, tehát vannak nagy rohamok, tehát ezek a Black Friday, Joy napok, Glamour napok, mindenfajta akciók, tehát ezek ugye hirtelen nagy nyomást tesznek a rendszerre. Nyilván ezt is meg lehet házon belül oldani, de az menedzsment szempontjából azért nem egyszerű. Milyen tanácssal tudnál szolgálni egy utolsó kérdésként az induló webáruházaknak, kis és közepes méretű webshopoknak nemzetközi terjeszkedés szempontjából? Mire figyeljenek nagyon? Hát egyrészt szerintem, tehát aki valamilyen szubkultúrát képvisel, az könnyebb helyzetben van, tehát hogy egy nincs termékkel, ami egyedi, és mondom egy kisebb piaci szegmens Képvisel, és abba, abba szerintem egyszerűbb, hogyha ha nem, nem egy kis szubkultúrát képvisel, akkor úgy gondolom, hogy a, a fontos vagy egy viszonylag egyszerűbb út az influencerek megnyerése, mert hogy a, a, a click marketing az külföldön nagyon drága. Tehát én úgy tudom, most mi egy kicsit úgy tájékozódtunk, hogy hogy azok drágábbak a klik árak, már aztán már Csehországban is drágábbak talán sokkal vagy többszörösebb, mint nálunk, tehát hogy az a nagyon óvatosan kell bánni. Hát ami még alternatíva, hogy más webshopokra, tehát mondjuk a hírja is mi inkább ezt az uh, uh, utat járjuk, hogy más nagy nemzetközi uh, platformokra, feltesszük a terméket, meg nem tudom, a dekorkozmetikai márkánkkal is ezt csináljuk, de ez nyilván az azt jelenti, hogy ők viszont saját logisztikát csinálnak. Tehát amit, ami még egy érdekes dolog, és abba próbáltam elmerülni, ez nagyon, nagyon tanulásigényes, az az Amazon, meg ennek a nem tudom, kínai megfelelői, tehát az úgy gondolom, hogy ez egy külön világ, egy külön tudomány. Nekünk is van például egy olyan partnerünk Amerikába, viszi a Hélia D-t, és ő Amazonon lett viszonylag sikeres, mert az amerikai piac az úgy néz ki, hogy ott nem sok esetben nem Google-t használnak egy nem tudom, valaminek a megtalálására, hanem Amazon-t. De akkor is, ha csak információt akarnak volna, tehát nem feltétlenül. Tehát ott az Amazon az Amazonon sokkal erősebb, de az Amazon az egy külön sztori, úgy gondolom. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, köszönöm. hogy a okay, és sok sikert mindenkinek. Köszönöm. köszönöm. Sziasztok, Szabó László vagyok a Grow Digital társalapítója és a DKS alapító tagja. Üdvözlünk mindenkit a websipi webináriumán, a Határtalan Webshopok titkán. Nem sokára kezdjük a panelbeszélgetésünket négy szakmabili kollégánkkal, de engedjétek meg, hogy 8-10 percben felvezessem a témát a magyar elkereskedelmi helyzetképpel és a régiós export kilátásainkkal. A DKS kutatását vettük alapul, amely idén, júniusban jött ki. A magyar, csak kicsit fussunk végig a magyar elkereskedelmi helyzetképen, hogyha önmagában a számainkat megnézzük, akkor Covid előtti időszakig nagyjából egy 16 os évi év növekedést tapasztaltunk, majd ugye egy Covid során 45, majd 32 os évi év növekedést láttunk az elkereskedelmi hazai belföldi forgalomban, zárójel mínusz autó, üzemanyag, stb. stb. Ez 2021-ben 1,2 milliárd forint volt, ugye ez 32%-os növekedés az előző évhez képest. Ez egész impresszív és egész szépen mutatna, de hogyha megnézzük a, a, az EU-s mintán, tehát az, az Európai Unióban hányadik helyen áll Magyarország, az Európai Uniós teljes piac 2021-ben elkereskedelemben 720 milliárd euró volt, amiből Magyarország a 21 -dik. És ha megnézzük, összehasonlítjuk a hasonló méretű országokhoz képest, a Lengyelország, ami lélekszámban egy négyszerese a magyar piacénak, bár elkereskedelmi nagyságát véve több mint tízszerese. Csehország azonos lélekszámát, tehát nagyjából 10 millió fővel, négy és félszeres elkereskedelmet tudhat magáinak, de még például Szlovákia is mérett arányosan vagy fajlagosan jobban áll, mint Magyarország tekintetben. Tehát, hogy van még hova fejlődnünk. Ha megnézzük a legnagyobb webáruházakat, ez egy GKI-dés toplista. Az első 15-ben, ez a baloldali része a képernyőnek, 9 darab, jól mondom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 darab olyan webshop van, amely legalább részben külföldi tulajdonú, illetve 7 darab webshop van, amely 100%-ban magyar tulajdonú, és a, jobb oldal, a kép jobb oldalán láthatjátok az idéntől is listázott magyar tulajdonú webshopokat, árbevétel szerint, és hogyha megnézzük, hogy hányan exportálnak között, tehát hányan végeznek külföldi értékesítési tevékenységet, akkor a 15-ből mindössze 4 olyan webshop van, vagy webshop csoport, amely élezele lehetőséggel, az ipon, a pepita.hu, játéknet, és egyébként mint itt majd Smitrici által reprezentált alinda.hu is. Ugyanez a legismertebb bebáruházlak listája, tehát a top 30 szereplőt, hogyha megnézzük, ebből, tehát a top of mind kategóriám, a top of mind felmérésben, ebből mindössze 9 darab az, ami magyar, 100%-ban magyar tulajdonú, a legelső listán a 17. bookline. Nézzük egy kicsit az export helyzetképet, hogy állunk, hogyha önmagában belegondolunk, Magyarország egy pro-export gazdaságként van jelen a tudatunkban, vagy a, vagy a világban, tehát azt jelenti, hogy viszonylag magas a GDP-hez képesti export képességünk, vagy az export számaink. Ez valójában igaz, de ha megnézzük a számokat, hogy hogy áll ez össze, akkor azt látjuk, hogy 70,9 százaléka a teljes magyar exportnak gyártás, 14 százaléka ez a sötét Kék négyzet a, a grafikonon. 14%-a a, 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 a kiskereskedelem és a járműjavítás. Ne kérdezzétek, miért ez a kategória. Teor szerint egyébként ez a, ez a fura mm, kombi kategória került éppen bele a listázásba, de hogy 14% és ugye ezen belül van a, a kiskereskedelem. A, a következő számokból a az 1-5 sor az érdekes, a csomagküldő és online kiskereskedelem kategóriában. 3000 vállalkozás van Magyarországon, amiből egyébként KKV mindössze 60. És ebből, ami nagyon fontos adat, hogy ebből a 3036 vállalkozásból 109 darab végez export tevékenységet is, tehát 109 darabnak van külföldi vonatkozású árbevétele, eh, amely meghaladja a 10 millió forintot. Tehát ez a számot igazából. a 10 millió forintos küszöb vagy threshold az, ami, amire gyakorlatilag lassan már eléri az adószám regisztrációt külföldön is. Van stop miatt ez most kevésbé releváns, de hogy ez az, ami, ami igazából eh, releváns hogy mértékadó. Tehát, hogy kevés a magyar export. Amikor megnéztük a, a mélykutatással a külföldi értékesítés okait, akkor a két fő, vagy a motivációit, a két, két fő motiváció ezen 109 cég esetében, reprezentatív mintán kérdezve, azt láttuk, hogy az eladható termékeket látja külföldön is, tehát hogy azt látja, hogy van piaca a hazai termékeinek, illetve Szeretne a magyar piactól is függetlenedni. Tehát, hogy ugye most már talán a volatilis forint-euró kurzus vagy árfolyam során ez, ez kicsit még aktuálisabb lett, vagy aktuálisabb lett, mint valaha. Azt látjuk, ezek a két fő motivációja a, a külföldre is értékesítő webshopoknak. Amikor megkérdezik őket, hogy mi hiányzik az export értékesítéséhez, akkor két alapvető dolgot mondtak. Az első a, a know-how. Tehát, hogy nincs meg a, a munkaerő és, és a tudás, ehhez szükséges tudás, a második pedig a külföldi piacok ismerete, hogy ez a legnagyobb gátja. És akkor gyakorlatilag a következtetések között ezek is voltak a főbb következtetéseink. A, még azt látjuk, hogy hiányoznak a pozitív példák Magyarországról, még úgy, ahogy a regionális szinten a lengyeleknek és a cseheknek, vagy akár a nyugat meg megvannak a kitaposott ösvényeik, tehát a nagyobb a mersz, nagyobb a bátorság a külföldi értékesítése kapcsolatban. Azt látjuk, hogy ezt a, a kicsit ilyen paralízisben van a magyar elkereskedelem, hogy nem, nem látja az utat, nincs kitaposva, nem mer és talán egy kicsit túl szofisztikája is ezt az egész külföldi értékesítés export tevékenységet. Tehát, hogy legyen ez a vita indító, és akkor üdvözlöm a, a szakmabéli kollégákat a stúdióban. Kérlek mindenki egy-egy mondatban röviden mutatkozzon be, illetve tegyük hozzá azt, hogyha a magyar elkereskedelem regionális versenyképességét kéne jellemezni, egy szóban vagy egy fél mondatban, akkor mi lenne az? Sziasztok és üdvözlöm a nézőket is. Én Perény András vagyok, a Webshipi társalapító és ügyvezetője. A Webshipi egy kiszervezett logisztikai cég. 6 éve, illetve most már közel 7 éve vagyunk a piacon. Nagyjából olyan 6-700 webáruház teljes logisztikai megvalósítását végezzük. Ez nagyjából olyan 200 ezer csomagot jelent havonta külföldre is szállítunk, ugye most már van külföldi raktárunk is, nagyjából egyébként jelen pillanatban a teljes csomagszámunknak a 70%-a az belföld, és a 30%-a külföld, és a külföldnek nagyjából 80%-a Európa, és a 15-20%-a Európán túli csomag. Alapvetően nagyon kevesen mernek elindulni nemzetközi piacon, tehát elég sírálmasnak mondható a helyzet, hogyha azzal hasonlítjuk össze, hogy a környező országokban mennyien jönnek be Magyarországra és kezdenek el értékesíteni, abszolút van még hova fejlődni ennek a piacnak. Smitri Richard vagyok, a Hopline Kft. Alinda.hu-nak a partnere, az Elkereskedelmi Akadémia egyik alapító tulajdonosa, illetve a magyar elkereskedőket tömörítő IKMS Hengeri középvállalati tagozatának az egyik vezetője. A profilunkat tekintve elkereskedőként ö, saját gyártású termékekkel több országban üzemeltetünk saját webáruházakat, illetve jelen vagyunk piasztereken, illetve üzemeltetünk egy nagy kereskedelmi üzletágat. Ez jelen pillanatban öt országban zajlik, Magyarországon kívül északról déli irányba haladva Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Románia tartozik jelen pillanatban az érdekeltség körünkbe. Ha azt kérdez, hogy egy szóval jellemezzem az export képességet, nem tudom hányos karikával futunk. A Rossz. Jó fogalmazom, hogy, messze nem elégséges az képesség, és úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nagy probléma, de erről majd akkor beszélünk. Sziasztok, Fagya Szabolcs vagyok, a Paket a Magyarország értékesítési igazgatója. A Paket egy cseh digitális logisztikai platform, amelynek az érdekessége az, hogy kifejezetten a webáruházak ilyeneknek megfelelően alakította ki a portfólióját így a mellett a legnagyobb erősségünk a fix pontos kiszállítási alternatíva biztosítása a vásárlóknak. Hogyha ezt számokban nézzük a saját hálózatunkat, akkor a Csehországban ez már egy tízezres nagyságrend, Szlovákiában három ezres, és Magyarországon is már Körülbelül 1800 fix helyen bírunk, így azt mondhatom, hogy a régióban egy rendkívül erős piaci jelenléttel bírunk. És hogy hogy jellemezném az export kedvet a magyar kereskedők körében? Én azt mondom, vérszegény. De és De ezt majd is kibontjuk a, a következőekben. Köszönjük. Alapvetően akkor abban megegyezhetünk, hogy alulteljesít, finoman szóval is. Elég, hogy az egyetértesít a jelzőket. Különböző is kellene, hogy ugyan ugyanazt látjuk és nézzük és érzékeljük. Tehát az alulteljesítő magyar elkereskedő, mert kicsit nehez legyen a fő fókuszunk, de kicsit menjünk bele abba, hogy mik is ennek a fő okai, miben látjátok szolgáltatóként, vagy akár webshopként rálátva a magyar elkereskedelemre. Mik a fő okok? Egyrészt ugye a covid is köszönhetően az online kereskedelem az elmúlt éveket tekintve nagyon-nagyon nagy fejlődése ment keresztül önmagában erre. A Covid rátett egy komoly busztot. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy a magyar elkereskedelemben a tavalyi évig egy nagyon, nagyon jó világ volt, egy nagyon komoly növekedés volt, ebben mindenki tudta venni a részét. A neheze az, az most érkezik, tehát igazából nem is voltak nagyon rákényszerítve ez gondolkodás volt beli különbség, de hogy, hogy, nem volt annyira motiváció egyik oldalról ez. A másik oldalról, amit a kutatásból, a DKS kutatásból kihoztál Laci, messze egyet értek vele, tehát hogy, hogy, tudás, kapcsolati tőkehiány, bátorság, motiváció, nagyjából én ezekre, ezekre tenném a legnagyobb fókuszpontokat. Igen, én is ugyanezeket emeltem volna ki, alapvetően a félelem és a tudásnak a hiánya. Tehát alapvetően sokkal nagyobbnak gondolják ezt a kihívást, mint szerintem amekkora. Ugye ma már azért nagyon könnyen lehet elindulni egy külföldi piacon, ugye könnyű, nagyon jó minőségű, akár automata fordító szoftverek is vannak, kivezetten olyan cégek vannak a piacon, akik abban segítenek, hogy akár egy külföldi ügyfélszolgálatot nyújtanak ugye a logisztikai lehetőségek is már sokkal könnyebbek, ha innen akarja megoldani, valaki ha a Fulfillment Centerből akarja megoldani. És ehhez képest még mindig azt látom, hogy elmaradottabbak egyébként a hazai kereskedők, illetve szerintem az egész elkereskedő, egy picit elmaradottabb. Tehát a Covid-dal teljesen egyetértek, hogy szerintem behoztunk egy 5-10 év lemaradást mind a fogyasztói oldalon, és szerintem mind a kereskedő oldalon is. Mi is így látjuk egyébként, ettől függetlenül még úgy érezzük, hogy van azért lemaradás a digitálisan vagy az elkereskedőben fejlettebb országokhoz képest. anélkül hogy ismételnének titeket, én azt, azt adnám meg talán hozzá, hogy a, a, a nyelvtudás hiánya, ami mondjuk ezek az országokhoz képest mondjuk hátrányba kerülünk emiatt, ez mindenképp egy fejlesztést igényelne itt Magyarországon, és mondjuk a digitalizáció még, a még érdekes. A cégek digitalizációja, amíg az elkerben fejlettebb országoknál a, a digitalizációt ezt versenyelőjnek, mérik a, a kereskedők. Ugye ezzel a magyar kereskedők nagy része ezt egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen plusz kiadásnak, vagy egy plusz ilyen közüzemű a, a kiadásnak élik meg. Gondolkodj itt arra, hogy a Google-ban hogy szerepelsz, ez, a térképen hogy szerepelsz, milyen közösségi platformokon, milyen médiában a, 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 a reklámozod magad. Ebben mindenképpen el vagyunk maradva. Teljesen más szemlélettel nézzük ezt, szemléjük ezt, mint a, akár a csellengye, -e, szlovák kereskedők. Beszéljünk kicsit az About You effektusról. Hogy, gond, hogy, látjátok, hogy, hogy, gondoljátok a tapasztalatotok alapján? Lehet egy magyar piacon csupán a hazai piacon megmaradva is hosszú távon sikeresnek maradni, és most sikert itt akár mérjünk egy pénzügyi növekedésben, akár tehát, hogy objektív legyen, vagy, vagy elengedhetetlen az, hogy egy idő után kifelé kacsingassunk, mert hogy, mert hogy közép-hosszú távon, ugye itt leselkednek ránk az öbáúcsúfélék akár Nyugat-Európából, vagy akár Közép-Kelet-Európából is, ami vagy elveszi a piacot a magyar hazai elkereskedő elől, tehát hogy egy honvédő történetre korlátozódik az, amit csinálnak a hazai piacon. A magyar elkereskedők vagy pedig a végén, a nagy játék végén pedig felvásárolják a magyar tulajdonú elkereskedőket. Hogy látjátok ezt a jelenséget? Nem azt állítom, nem szeretnék radikálisan fogalmazni, nem azt állítom, hogy lehetetlen megmaradni a magyar piacon és növekedni hosszú távon, de, de hogyha a teljes piacot nézzük és az elkereskedőkben, mint tömegben gondolkodunk, úgy gondolom, hogy, hogy igenis elkerülhetetlen. De nézhetjük ezt egy ilyen kényelmes vagy-vagy döntésnek első körül, hogy hát kimenjek külföldre, nem menjek ki, hát nagyon sokat adok konferenciákon, oda jönnek, utána kérdeznek, beszélgetünk, és hogy, hogy, hogy kellene menni külföldre? Mondjam, szóval, hát szerintem ez, ez nem kérdés. Hát, de itt el vagyunk, megvan a forgalmunk, van egy kialakult vevőkörünk, köszönjük, jól vagyunk. Ez így most lehet, hogy igaz is. Lehet, hogy fél évig is igaz lesz, lehet, hogy egy évig is igaz lesz. Hosszú biztos, hogy nem lesz igaz. Ha nem jött be még a te about you, a kategóriádba, akkor biztos, hogy be fog jönni, el fogja kezdeni a tortát tovább szeretelni, még nehezebb lesz a vevőszerzés, és, és, és nem lehetetlen a dolog, de, de hogy kutya nehéz, az biztos. Én azt mondanám, hogy lehet, csak nem biztos, hogy üzletileg megéri hosszú távon ebbe gondolkozni. Ahogyan ti is mondtatok, tényleg itt vannak már a magyar piacon ezek a külföldi webáruházak. Nemrég olvastam egy nagyon érdekes kimutatást, ahol gyakorlatilag a megkérdezettek fele már tudatosan külföldről vásárol, tudatosan használ külföldi webáruházakat, és emellett még jönnek azok a vásárlók, akik Magyarországon vásárolnak, de nem magyar tulajdonú webáruházakról, például autó vagy például Emag, ami ugyanúgy a, ugye külföldi kereskedőkre kereskedőktől származik. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha, életképes koncepcióban gondolkozik egy kereskedő, akkor mindenképpen gondolkoznia kell a, a külföldi nyitáson. Annyit hadd tegyek még hozzá, még pluszban ahhoz, amit mondasz, hogy magyar kereskedő, vagy magyar vásárló, magyar piacon vásárol online, fogalma sincs, hogy ő külföldi a vásárol, vesző meg van győződve, hogy a magyartól vásárol. Tehát a kiflihu a családomban, a környezetemben mindenki azt hiszi, hogy magyar. Edik, nem, hát érde. messze nem magyar, de ők, 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 még mondják, hogy a magyar, magyar gazdaságot támogatják. Hát, igen, nem. Tehát, hogy, hogy a, szegények, az, az a szegény vásárló azt hiszi, hogy magyar vesótól vásárol, de nem. Külföldi vásárol, meg van úgy csinálva az egész weboldal, az egész háttér, és, és helynek látszódik. De nagyon-nagyon nem helyi. Így van. És ugye pont ezért meglepő, hogy emletnék a ma vásárolok majdnem a fele, pedig kifejezetten külföldi vege, akitek akiket tudatosan külföldi vege, bár, vásárol. Ez nagyon, ez nagyon érdekes, és ez jó. Ez, erről jó, hogyha mindenki tud egyébként. Igen, egyébként nyilván nagyon sok terméket, tehát aki külföldön vásárol, például a német eBay-ről, például vagy Amazonról, ugye van néhány olyan termék, amit azért vesznek ott, mert nem lehet beszerezni Magyarországon, tipikusan ugye a külföldi nyelvű könyvek, azt én is szoktam egyébként onnan, de, de valóban egyébként a kifelé esetében nagyon jó volt a név választás, <laughs> hogy átnevezték magyarra itthon, és ezért ugye tényleg mindenki azt hiszi, hogy az magyar. De emellett van nagyon sok olyan webáruház is, ami, ami egy, egész egyszerűen csak abból derül ki, hogy magyar, hogy a végén például a visszaigazoló e-mailekben érződik az a Google Translate-es fordítás, és most pont egy ismerősöm csúszott be egy hogy, olyan hogy, egy teljesen magyar webáruháznak kinéző, nyilván az asz nem nézte meg, hogy ki az üzemeltető cég mögött, tehát egy kínai cég volt az üzemeltető, és lefordítottak az összes európai ország nyelvére, és .hús be, pont hús pont át és doménnel beregisztrálták, és, és, volt valami egy hónapos szállítási idő és csapnivaló ügyfélszolgálat. Tehát ilyenekbe is be lehet futni. Ez egyébként szerintem csak azt igazolja, hogy, hogy ha bátorság van, akkor el lehet indulni. És én azt gondolom, hogy még akkor is, nálunk itt a cégemből van egy olyan érték, hogy, hogy a delivery matters, tehát hogy tök mindegy, inkább indulj és nem kell tökéletesnek lenni, csak, csak legyen delivery, mert, mert alapvetően ezek is így működnek, minél előbb indulnak, lehet, hogy nem tökéletes a fordítás, de biztos vagyok benne, hogy generál vásárlókat. És amúgy szerintem ez az egész Magyarországra jellemző, amit te is az előbb mondtál, így, hogy egy mentorom mondta régen ezt, hogy, hogy ott fekszik egy kutya, és kérdezik, hogy miért sír ez a kutya, miért nincs Hát azt mondja, hát mert egy szögben fekszik. És miért nem egy arrébb? Hát nem fáj eléggé. És szerintem ez teljesen igaz a magyar, a magyar, ö, ö, vállalkozókra is nagyon sok esetben, hogy, hogy jó, kicsi ez a piac, de úgy el vagyok. Csak ugye ezzel az a nagyon veszélyes dolog, hogy olyan nincs, hogy el vagyok. Tehát a stagnálás nem létezik, mert vagy lefelemész, vagy fölfelemész. Ha nem mész fölfele, akkor, akkor stagnálsz, de utána lefele fogsz menni, vagy, vagy bejönnek, és, fel, és, és, jobb esetben felvásárolnak, rosszabb esetben lenyomnak. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy amikor mi webshopoztunk az elején, tehát mi webshop előtt ugye beváró ezeket üzemeltettünk, én nagyon hamar eljutottam arra a pontra, hogy azt mondom, hogy oké, okay, vagy portfóliót bővítek, vagy piacot bővítek. Tehát nincs más, mert eljutsz a plafonig, és, és megvan egy adott rendelésszám, amit elérsz, de utána valamit bővítened kell. Ha nem portfóliót, akkor, akkor piacot muszáj jó példa jutott teszem, hogy van ez a városi legenda a békafőzésről, hogy, a lassan gyújt a szalá békának, és lassan melegít a vizet, hogy meg lehet főzni a békát, és nem fog kiugrani a, a, a lábosból. Na, főzik a, a, magyar elkereskedőket, és a tüzet megrakták be, és gyújtották, és melegszik a víz, de ki kéne ugrani, és szó szerint akkor vegyük képletesen, ha ugorjunk ki külföldre, ha nem ugrunk ki, megfőznek minket, és, és megesznek. Ez, ez nagyon jó példa volt. Egyébként, András, amit mondtam, meg tudom erősíteni a, az egyik Berlin Brands Group, vagy az egyik ilyen nagy régiós exportőr és kereskedő, több, több pán-európai kereskedő. Ők egyébként már Amazon agregátor, tehát hogy ők szintet léptek a kereskedelemben is, és kereskedelmi márkákat vásárolnak fel a német anyacég. Ez egy izgalmas ilyen modellváltáson estek túl. Az egyik unikorn is egyébként a kereskedelemben Európában. És az ő mottojuk a Better Done than, than Perfect. Tehát, hogy, hogy inkább csináljuk teljesen línesen, ütött kopottan is akár, de hogy kezdjük el csinálni, tapasztaljuk le. Pici piaci traction, stb. 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 csináljuk. De ugye, hogyha most rátérünk a, a, a magyar piaci példákra, azért meg kell említeni pár, pár jó piaci példát is, hogy köztük ugye ez a linda.hu, pepita.hu. Mi a, mit csináltatok másként az elejétől kezdve? Mi a titka? A titka szerintem nincs. A eszünk ágában sem volt az elején nekünk külföldre menni. De valami ezt ösztönösen éreztük, amikor kiválasztottuk az Alinda domént, heteken át vergődtünk. Ugye bármilyen időpontban fogva az domént, azt érzett, a világ összes doménje foglalt, ami, ami, jó lenne, és heteken át vívottunk, rágottunk, és vívtunk egy preferenciálistát, Rövid legyen, lehetőleg a betűvel kezdődjön. És akkor közte volt, hogy, hogy Foglaljuk le a környező országban, nem tudjuk, hogy miért, de az jó lesz, és és minden országban ugyanúgy írják, tehát ne legyen benne ékezet, ne legyen benne ezbetű, stb. stb. De tudatosan vagy tudatalatt már úgy választottuk ki a Dominát, hogy ez a környező országban is legyen, és láss csodát! Az egész történet Alindástól Hopplányostól 2013-ban indult, tehát jövőre lesz tíz éves a, a, a sztori, és a a negyedik évében, negyedik, ötödik év határán kilépett először Szlovákiába. Nem tudtuk, de de az élet elhozta, és mi, nem tudom, hogy ez jövőbelátás, én nem, nem szeretem ezt így, hogy mi most nagyon látunk valamit, a többiek nem. Egyetlen egy dolgot láttunk egy idő után, hogy, hogy egy olyan országban működünk, ahol 10 millió vásárló van. Ez rettenetesen kicsi. Ha egy kicsit nézed a világot, akkor Magyarország olyan méretű, mint egy amerikai város. Tehát, ebben ebbe nem lehet gondolkodni. Biztos, hogy segített abban, hogy mi Kínából importálunk. E kimész Kínába, az helyre aki az egódat. Ugye hajlamosak vagyunk magyarként azt gondolni, hogy, hogy mindent tudunk, mindent látunk, mi irányítjuk a világot, és hogy mennyire ügyesek vagyunk. A kimész Kínába, és látod, hogy ez nem, hogy nem így van, hanem nagyon nem így van. És más méretek, más, más az egész nagyságrend. És Egyszerűen 10 millió emberre ezt nem lehet jól csinálni. Az egész elkereskedelem, az a méretgazdaságról szól, a méretgazdaságról is szól, és innentől fogva ez a csata eldőlt. András, ti forgattok rövid videókat is pont ezzel a kérdéssel, hogy mi is a, a sikeresen exportáló vagy külföldön is értékesítő webshopok titka mire jutottatok eddig? Hát a titkot még nem fejtettük meg. <coughs> Ugye szokták mondani, hogy, hogy vállalkozásban, meg, meg ilyen sikerépítésben nincs, nincs Szent aki a Szent kutatja, sose fogja megtalálni, tehát nincs egy olyan válasz. De, de alapvetően az, hogy hogy azért legyen az emberek egy célja, ez nagyon jó, amit Ricsi mondott, tehát hogy, 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 eleve, nem tudtuk még, hogy miért és hogy mikor, de eleve arra készültünk, hogy mi, hogy mi nemzetközi piacra megyünk. Üm, szoktam találkozni ilyen kezdő vagy fiatal vállalkozókkal, akik mondják, hogy hát igen, úgy csinálgatom, hogy hétvégente ezt a dolgot mondom, hogy akkor, akkor, inkább ne is csinálgass. Tehát, hogy, hogyha nem tudod azt mondani, hogy igen, én oda fogok eljutni, nekem az a célom, hogy én, hogy csak meghódítsak egy, akár egy egész Európát, vagy teljesen mindegy, hogy mekkora célt tűzünk ki magunk elé, akkor, akkor úgy magától az nem fog megtörténni. Történni. Tehát ez valamilyen szinten benne kell, hogy legyen a perspektívában, és ebben igenis benne kell, hogy legyen az a, az a hit. Uh, és az, hogy hogy elindulok egy úton, abban akkor tudnom kell, hogy nagyjából hova szeretnék eljutni. És valóban ez a magyar piac, ez, ez, ez egy előszoba. Tehát ez a, a 8-10 millió ember, ez valóban Amerikában egy, egy, egy város, Kínában egy falu vagy egy kerület. Tehát hogy olyan szinten vannak más számok, én is, amikor kim voltam, akkor... Uh, egy fúfimentek cégbe jártunk, mi most ugye havonta olyan 2000 csomagot csinálunk, és akkor ott is elhangzott, hogy, szám, hogy 3000 csomagot csinálnak óránként. <laughs> és akkor itt így, így rájössz arra, hogy ez valami teljesen más. Ahova fejlődik. Igen, Ez egy teljesen más lépték. És, és nincs szent szerintem annyi, hogy, 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 igenis el kell indulni, és nagyon sokat kell tanulni. Tehát, hogy itt volt egy olyan statisztika például a, a magyar webáruházakkal, hogy nagyon sokan használják ugye a magyar webshop motorokat, e, és ugye vannak ugye nemzetközi webshop motorok is, és, és megkérdezettektől az derült ki, hogy nagyon sokan azért, mert hát mert, én magyarul beszélek, és az magyar. Na most egy ilyen mentalitással nyilván borzasztó néz abba a perspektívában gondolkozni, hogy akkor külföldre akarok menni, és megkorítom Európát. E, és már pedig nagyon fontos az, hogy szerintem,

többek akarunk lenni, mint, mint aki, aki mellettünk ül, most nem szó szerint, hanem egy másik webáruház, akkor, akkor, több, akkor valami mást kell hoznunk, valami mást kell tanulnunk, és valami mást kell alkalmaznunk. És szerintem az önképzés az a legfontosabb ebben. Én amikor elindultam ezen az úton, én például a shopify a blogjáról tanultam nagyon-nagyon sok. Például az egész online kereskedelmet arról a blogról tanultam meg, hogy mit, hogyan. És szerintem, ha egy picit kitekint az ember, akkor nagyon-nagyon hamar, vagy esetleg nagy Isten elmegy, egy, felszáll egy repülőre, vagy autóba is elmegy mondjuk egy prágai konferenciára is akár, e, akkor ott már tapasztalat olyan dolgokat, vagy londoni konferencián, ami, ami, egy teljesen más világ. Ott már marketplace-ekről beszélünk, európai piacterekről, és nem arról, hogy nekem van egy webshopom, és akkor elkezdek csinálni, csinálni, egy másik nyelvű webshopot is. Nem, azok a kereskedők 5-8 marketplace-re ezek a terméküket, és gigaméretű piacokat érnek el, e, sokkal egyszerűbben, mint ahogy ezt egyébként a magyar webshopok. És úgy, együtt. hogy nincs saját webshopja. És úgy, hogy nincs is saját webshopja. A webshop már igazából nem Igen. kell. Igen, tehát itt már kereskedők beszélünk, és ez is érdekes, amikor ilyen felmérésekben arról beszélgetünk, hogy hány webshop van Magyarországon. Hát a szőke influencer lány, aki a TikTokon ugrál és közben elad, havonta száz, száz vagy százer terméket akár, az mi a webshop? Nem, igazából ő nem tekintjük webshopnak, nincs is webshopja, neki egy social media fölete van, ahol értékesít. És ez egy teljesen más felfogás, és ezt is meg kell érteni, hogy, hogy egyébként nem feltétlenül kell ahhoz webshop, hogy te online kereskedő legyél. Valóban. És nincs, én is úgy hogy gondolom, hogy nincs recept, nincs szentgrál, viszont tudatosnak kellene, hogy ti is elmondtátok. Tudni kell, hogy hova akarsz eljutni a webáruházaddal. Érdemes nyilván van felmérni a, a te a keresletet, piacismeretet, valamely, valamelyest beszerezni valahonnan, és ez azért nagyon nehéz, ahogy ti is mondtátok, mert azért nincs erre Magyarországon ma jelleg magyar összeszedett tudásanyag. Ugye a magyar kereskedőknek a lehetőség a tájékozódásra, ezek az eventek, a webinárok, összejövetelek, úgyhogy ezért is javaslom mindenkinek, hogy éljen ezekkel a lehetőségekkel, hallgassa meg minél több ilyen platformot, mert ez fontos. Tudni kell, hogy hova szeretné jutni, és azt is, hogy hogyan tud megvalósítani. Nem biztos, hogy úgy kell indulni, hogy ti is elmondtátok ebben, és egyetértek, hogy minden már készen van, de tudd, hogy hova, mivel akarsz élni, és azt kell megvalósítani. Mi is ezt látjuk. Azok a kereskedők, akik akikkel mi partneri viszonyban vagyunk, és látjuk, hogy sikeresek az exportban, velük beszélgetve mi is ezeket a visszajelzéseket kaptuk abszolút. Egyértelműen igen. Ugye ja, van -e a Hovónak egy olyan dal, a ahol Magdi egyik -egy -egy kedvenc azt mondja, hogy a sikernek ára van, nem titka. Tehát, hogy csinálni kell, és pofárásni sokszor, és, és azon tanulni. Tehát hogy erre tudok rezonálni. Mi -e egyébként a Grow több több tucat, sőt, több mint 100 export projektbe kapcsolódtunk be már digitális marketing ügynökségként az utóbbi 9,5 évben, és azt látjuk, hogy alapvetően, vagy azt tapasztalatok, alapvetően három pillére van a, az egész ugye e, e, alapfeltétele annak, hogy valaki nemzetközi szinten is tudjon összemérhet, vagy felmutatható eredményt hozni. A, az, talán az első és a legfontosabb, ami fejben dől azt mondjuk mindig, hogy a növekedés a fejben dől el, hogy legyen egyfajta étvágy, egyfajta éhség a, a döntéshozók vagy, a, vagy, az alapítók a fejében, hogy el szeretnének jutni egyről a kettőre, és ezt a Google Export Akadémiákon mondom, egyébként Csehországban, Szlovákiában, amikor adunk elő, hogy hogy az export nagyon fontos, hogy ne cél legyen, hanem egy stratégia. Tehát legyen az embernek egy, egy növekedésorientált üzleti célja, hogy most százon vagyok, és akkor szeretnék három év múlva 500 elérni, most mondtam valamit, és ebben az export egy, egy elegendhetetlen stratégia, vagy eszköz, egy út. Tehát nem feltétlenül ez az egyetlen út, de hogy egy idő után, hogy mondjátok, hogy egy, egy üvegplafon közeledik, vagy, vagy ritkuló levegő, amikor, a, amikor egy elegendhetetlen stratégia lesz a cél. Tehát ne, ne az, az lebegjen a szemünk előtt, hogy elmondhassam magamról konferencián a szivar 10 négy országban vagyunk és értékesítünk, Igen. hanem az, hogy, hogy egy üzleti növekedés támogató export stratégiám legyen. Tehát talán ez az első az üzleti, vagy a fejben dőjön el a, a növekedés, és, és itt még nagyon fontos, hogy azt látjuk, hogy a külföldi webshopok, és a, és taroló, web, ha nevezzük nem taroló hogy market share game-et játszanak, úgymond, tehát hogy a piaci részesedésre utaznak. Ők látják egy, nem tudom, egy 5-10 éves horizonton magukat, és azt látják, hogy a, a nagyobb kutya, vagy az erősebb kutya, jut a csontért, vagy hogy mondják ezt finoman. Máshogy, de hogy, hogy, tehát, hogy még, 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 egy profit share game, tehát, hogy ami, ami tipikus, és nem csak nálunk, tehát bizonyos webshop döntéshozó fejében van, az egy, az egy rövid távú gondolkodás ilyen szempontból, és ahogy Ricsi is mondta, hogy egy 5-10 egy éves horizontot nem biztos, hogy ez az előremutató vagy a kifizető. Tehát ez, ez az egyik pillér. A másik pillér az, hogy egy kereskedőkről beszélünk, elkereskedelemről beszélünk, nagyon-nagyon érteni és tudni kell a kereskedelmet és az üzleti számainkat. Tehát, hogy hogy áll össze a mar, marzsunk, az árésünk, visszáróval, mindenen együtt mi van, hogy, tehát, hogy a 100% bevételből hogy csippentek le a, a nem tudom, az ingyenes kiszállítása, például, hogyha beszállok abban a ringbe, valamelyik országba, a szállítási költségei mennyik, a visszáró, stb. stb. stb., és akkor a végén maradjon egy profit center a, a hazai történet, a hazai webáruházunk és a hazai piacunkról és, és a növekedés. A legyenek a külföldiek, amiből, amiből aztán egyébként elvárás legyen az, hogy egy idő után elérjük a break-even pontot. És talán egy harmadik ilyen pillér, amit látunk, az a, a technológia. Tehát nagyon fontos, hogy jó kereskedő csupán a digitális térben nem, nem, nem ér el jó eredményeket hosszú távon, elengedhetetlen, hogy egy internetes digitális világban működünk, és fontos felismerni a technológia fontosságát. És nem csak az, hogy saját weboldalunkat fejleszünk, vagy akár egy, egy business intelligence, tehát hogy mi alapján hozunk döntéseket, mi alapján hozunk döntés, hogy a, például Ricsi Veltek beszélgetve nagyon inspiráló volt a kollégát Balázs pár gondolata, hogy mi alapján szélesítitek a, a, a kínálatot, és mi, mi minden monitoroztok külföldön, hogy ott mi megy. Tehát nem kell, sokszor nem kell feltalálni a kereket, mert az ott van külföldön, és az adatok megvannak. Tehát 2022-t írunk, ahol egy csomó adat áll a rendelkezésünkre, hasznos információ, amit egyébként hasznosíthatunk. Ez így van. Ú, annyit tennék még hozzá, hogy jönnek a nagyok, és ugye mondtad, hogy már sharing, így van, tehát ő rövid távon lemond a profitjáról is. Egy magyar elkereskedő, nincs olyan háttér, nincs olyan befektetői kör, nem tud lemondani rövid távon a profitjáról, mert az alkalmazottakat, a kollégákat ki kell fizetni, a raktárát bérli, vagy nem bérli, de fenn kell tartani. Tehát, hogy, hogy nincs ilyen, nem tud ugye anyagilag sem felvenni a versenyt. És én jön egy olyan versenytárs, aki nagyobb, erősebb, ügyesebb, jobb, tapasztaltabb, gazdagabb, erősebb, és még a profitról is le tud mondani, akkor is ezek kéne versenyezni, hát akkor sok sikert. És, és nem lesz siker, vissza, vissza kell támadni, és, és tehát a, a, külföldi nyitás az nem cél, nem a szivarszobába kell a, a, a dicsekvéshez, hanem egészen ki kell bővíteni a piacot. Ha ha Amerikába születünk és Amerikába vállalkozunk, ez nem lenne kérdés, hiszen ott van tér, van, van, lakosság, van fogyasztás, van, van, erre, van erre hely. Egy kicsi országban születünk és működünk. Ha kicsi a piacod, vagy ne Isten zsugorodik a piacod, mert szeretődik a torta, akkor bővíts ki a piacodat. És innétől fogva a külföldre lépés az egy értékes is csatornát kapcsolsz be. Hogy az éppen külföldön van, és persze nehezebben nyelvet kell tudni, és egy csomó dolog más. Ott itt hazai pályátszol, ott idegen pályátszol, de, de nem tudsz mit csinálni, kell, és a bővítened kell, a, erre könnyebben tudsz bővíteni, mint leállni, mondjuk egy, egy ruha, a ruházati forgalmazóként az About you Nem, kell nehezen ott szokat tenni, hogy ki fogja nyerni a szkandert, vagy ki nem. De nagyon örülök, hogy ezt megfogalmazta egyébként, mert ezt én nem is mondtuk ki, csak utaltunk rá, talán a korábbiakban te pont Ricsi, de, de hogy ha józanul gondolkozunk, hogy akkor ugye azt látjuk, hogy nem mindegy, hogy itt Magyarországon 10 millió emberhez jut jutsz el, mint kereskedő, vagy ha kilépsz a, 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 határokon kívül, akkor több 10 millió. Tehát ennek a, a, az elérésed, a, annak a lehetőség, hogy tőled vásárolnak, ugye többszöröződik. Hogyha te, hogyha te nem csak Magyarországban gondolkozol, és akkor teljesen más eredményeket is lehet elérni és akkor visszacsatolnák a korábbi témákra is hogy egyébként meg szükséges mert ha te nem teszed a külföldi webáruházak már megtették és ugye már itt vannak Magyarországon. Igen abszolút. Egyébként a, a Lumenettől az Abari Pistinek volt egy nagyon jó mondata ami amit nagyon megragadott hogy hogy ha itthon nem vagy sikeres, akkor nem menj külföldre, mert akkor külföldön se leszel az. Tehát először egyes sikeres itthon, viszont utána meg egy elengedhetetlen lépés esetleg, hogy, hogy lépj be egy másik országnak a piacára is. Üm, nyilván, hogy ha, itthon még nem érted el azt a, azt a piaci részesedést, vagy itthon botladozol, akkor gyakorlatilag valószínűleg külföldön csak hatványozod a, problémákat, meg, a, meg, az erre égetett tőkét. Igen, ha lehet válaszolni, hogy jó vagy itthon, vagy nem, is külföldi tereszkedésre a akkor a legyél jót választ, nem lehetetlen. Tehát beszélünk arról, hogy, hogy és szándékosan vitatkozok, hogy ez méretgazdaságról is szól, hogyha méretgazdaságról is szól, hogyha több csomagot tud szállítani, valószínűleg olcsóbb lesz a logisztika. Tehát lehet, hogy a növekedés által tudsz egy olyat fejlődni, hogy az ÖSZDES 10-ből 1 és 10-ből 9, tehát ha neki, neki engedünk egy külföldi piacnak 10 elkereskedőt, ti sikereset, aki a saját hazájában sikeres, és őket külföldre exportáljuk, vagy neki engedünk tíz darab sikertelent, akkor nyilván nem kérdés, hogy a, a tíz sikeresből az nyolc sikeres lesz külföldön is, a tízből meg egy vagy kettőre sikeres, tehát a, a, nagy számok és a nagy számok törvénye ebben tökéletesen áll. Tehát ha itthon nem vagy jó, nem kizárt, hogy külföldön jó lehetsz, de, de ha nem vagy jó, akkor ez, ez eldőlt. Igen, nagyon sok esetben egyébként azt is hallottam, hogy ez egy finanszírozási kérdés is. Tehát, hogy effektív ez a magyar piac nem termel ki akkora mondjuk árrést, amiből meg tudnának finanszírozni mondjuk egy árukészletbővítést egy nemzetközi piacra lépéshez, és akkor meg kell valami funding, valami befektetés a beváruháznak, tehát ilyen, ilyenről is hallottam már. Pedig egyébként, hogyha ezt a lépést meg tudják ugrani, akkor egyébként a nagyobb árukészlet még feltételezhet egy alacsonyabb nagy árat is, amit esetleg el tudnak érni a beszállítóknál. Így van, egy alacsony beszerzési árat, hogy emókut tud növelni, plusz ha nagyobb piacot nyit több vevőhöz nőhet a forgás sebessége. Tehát, hogy minden összefügg mindennel, és akkor mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, a tőkét elő, elő kell teremteni a, az árukészlethez, de, de ez is ö, egy eleve determinált kérdés. Tehát, hogy nem, nem, nem tudom, hogy ebben van-e választás. Lehet, hogy két évig el lehet odázni ezt a választást, csak utána meg már mire választaná, meg rájössz, addig a késő. Hát. Tehát jobb előbb, forra víz a béka alatt, vagy legalábbis nem forr, de melegszik. Hát. Igen, hát mindenképpen el kell úrani, tehát hogy ez egy, mint minden új lépés, ez is egy, ez is egy nagy lépés, tehát egy, egy nagy újra elindulás, ugye komfortzónánkon kívül való lépés, de hát ugye van az a mondás, hogy ha, ha új dolgokat akarsz elérni, amit eddig nem tapasztaltál, akkor csinálját, amit eddig nem csináltál. Mindenképpen ezt javasoljuk amúgy mi is. Mi mondjuk most jelen pillanatban nagyon támogatjuk a, kereskedőket abban, hogy elinduljanak nemzetközi piacon. Ugye ezt többféleképpen meg tudják csinálni, eddig a legnagyobb probléma az mindenkinek a logisztika volt. Hogy akkor mennyi terméket tartsak, akkor innen küldjem, vagy, vagy egy külföldi raktárból küldjem. Ugye erre és vannak már ugye nagyon jó szolgáltatók, hogy a pakát a környező országokat tök jó áron el lehet érni, hogyha egy itthoni raktárkészletből akarsz kiszolgálni a környező országokban lévő, Európán belüli országokat de mi ugye nem véletlenül nyitjuk a külföldi raktárainkat is, tehát nyilván egy bizonyos árukészlet felett meg ugye sokkal praktikusabb, hogyha egy adott országba áthelyezed a készletet, onnan tudsz esetleg egy gyorsabb, költséghatékonyabb szállítási módokat adni a vásárlóknak. Igen, ja, ugye Ricsi említette, ez a tyúk vagy a tojás, ez izgalmas, hogy én még, egy dolgot behoznék a téma, csak hogy ne legyen, ne fekete-fehér legyen az egész, hogy a hazai tulajdonú és a külf... jönnek itt a csúnya külföldiek, akik letarolják a piacot, hogy, hogy én megkülönböztetném azokat a a webshopokat, hogy aki, vagy, vagy, azokat a vállalkozásokat, aminek nagyobb hozzáadott értéke van, mondjuk egy magyar piacgazdasághoz, vagy egy, gazdasághoz. például egy kifli.hu példa, aki nem csak jön és szállít Magyarországon, hanem logisztikai központot épít ki, az agyat is hozza, vagy agyat is tréningeli, felhúzza, megmutatja a folyamatai, stb. 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 Tehát, hogy egy, egy effektíve egy magyar piacon belül, magyar szakemberek át a nő a know-how. Tehát egy magasabb hozzáadott értékű történet, mint hogyha valaki Kínából, Kazaksztánból, csak elküldi a csomagot dropshippinggel Magyarországra, és akkor bevételezi az árut, és akkor azon valami marst tesz zsebre. És ugye a tojás az, az, nagyon érdekes ez az esete, hogy ha megnézzük a, a magyar elkereskedelmet, a teljes kereskedelemből mondjuk egy 10%-on a, a, ahogy mutattam a, a GKID-s adatokból is, nagyjából egy 5-7 éves horizonton belül, a konzervatív becslése, ez duplázódni fog. Tehát egy, egy 20%-ig eljut, vagy, vagy, vagy kicsit talál, akkor mondjuk egy 5-10 éves horizonton belül 20%-ig eljutunk. Hogy látjátok, hogy mi kell ahhoz, hogy kicsit előre tekerünk az időben, hogy, tíz év múlva, öt-tíz év múlva ne itt üljünk, és akkor ugyanazt mondjuk, hogy de rossz, és akkor megint egy elszalasztott lehetőség. Tehát hogy kéne megfogni ezt a tyúk történetet? Mi kell a magyar piacnak ahhoz, hogy, hogy 7-8 év múlva azt tudjuk, vagy 10 év múlva azt tudjuk mondani, hogy na, hogy megtettük itt a webshipi stúdiójában az első lépéseket, és kicsit hozzátettük pillangó effektusként a, a magukét a, a, dologhoz, és, és valamilyen indult. Mi, mi, mik lennének ezek a lépések? Hát azért erre nem könnyű válaszolni. Mi alapvetően tudásanyagot próbálunk behozni. Tehát egyrészt nyilván a saját tevékenységünkből, vagy szolgáltatásaink révén nyilvánvalóan egy logisztikai terhet próbálunk levenni a webshopok válláról. De emellett azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az, azokat a best practices-eket, amik egyébként egy környező országban mondjuk jól működnek, tehát például a, a cseh webshopoknak a mintáját, azt, azt elhozni ide, akár ottani szolgáltatók segítségével, akiket vagy segítünk behozni például a magyar piacra is, hogy ebben a magyar webshopok is segítség, vagy egész egyszerűen tudásanyagok átadásával, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Próbálunk megmutatni minél több olyan példát, hogy például egy csekereskedő hogyan indul el egy spanyol zalandón. Erre vannak szoftverek, erre vannak know how vannak erre megoldások, tehát hogy ezt nem kell kitalálni. Csak az a baj, hogy, hogy alapvetően nincs olyan, ahogy említetted, és egyszerűen nincs, nincs tudásanyag feltétlenül mondjuk magyar nyelven, és ahhoz meg nagyon sok kereskedő lux, lustább, hogy a google -be beírja azt, hogy how to, és akkor ott valamit. Pedig egyébként mindenre megvan a válasz. Tehát, hogy gyakorlatilag szerintem nincs olyan, amit ne lehetne az internetről megtanulni Google segítségével. Olyan van, amit nem találsz meg magyarul. És akkor mi ebben próbálunk most egyébként némi támogatást nyújtani. Én azt gondolom, hogy ha a tudás bejön, és nyilván azért még az nagyon sok minden más is kell, de akkor ez már hozzá tudja legalább egy, méterrel előbbre tudjuk tolni ezt a szekeret. Szerintem három dolog kell, abból kettőért tehetünk mi, és egyetlen a piac magától el fog intézni. Az egyik dolog, hogy gyújtsunk fel egy ilyen szirénát, vagy jelzőfényt, hogy a gyerekek baj van, érdemes ennek gondolkodni mindenkinek. Aztán mindenki a azt sajátot akar, természetesen. A kettő kell egy kis fájdalom a piacon, tehát mindenkinek lehet magyarázni, de amíg nem érzi a saját bőrén, addig azt fogja mondani, hogy igen, majd én tudom, nekem nem mondjátok meg jönni fognak és akkor majd, majd mindenki érzi a selben, tehát a fájdalmat azt a piac meg fogja adni, vagy azt a, azt a kezdődökést. Itt az oktatásban mi annyit tudtunk hozzátenni, hogy tapasztalt elkereskedőként, ugye említettem, hogy az elkereskedelmi akadémia egyik alapító tulajdonosa is vagyok, összeálltunk pár vezető elkereskedő barátunkkal, kollégánkkal, és pont, erre kifolyólag, hogy a magyar piacon a magyar tudásanyag nincsen, nekiállunk és tudásanyagot fejlesztünk, és próbáljuk átadni úgy a tudásunkat, hogy nem egy, egy katedráról jött ember megmagyarázza az elméletet, hanem, hanem nekem például konkrétan egy export készül, ahol arról beszélek, hogy how to do magyarul, mit hogyan csináld, mire figyelj, és vég, vég vezetjük, és hogy miben essel. Mi elestünk egy csomó mindenbe, de elmondjuk, és több év tapasztalatát, több év munkáját lehet majd egy tanulás során megvásárolni. Erre abszolút ö, hiány van, és úgy gondoljuk, hogy ezzel tudunk segíteni, hogy kipróbáltuk, végmentünk, akkor átadjuk ezt a tudást. Ez a harmadik. Én is én is a tudásban látom az egésznek a kulcsát. Um... Igen, mindent meg lehet találni az interneten manapság 2022-ben Google segítségével, de nem biztos, hogy mindenkinek, akár nyelvi korlátok miatt, akár idő- vagy energiabefektetés miatt van erre lehetősége. azt gondolom, hogy nekünk, szolgáltatóknak, meg úttörőknek, egy hasonló jellegű alkalmakon, rendezvényeken, fórumokon, webinárokon, oktató cikkeken keresztül hogyha átadjuk ezt a tudást, ha megmutatjuk, hogy ezt igenis lehet, ha jó példákat hozunk elő, és valahogy sikerül elhesegettünk ezt a bizonytalanságot, ami egyébként körüllengi manapság a kereskedőket, hogyha az exportról beszélünk, akkor ez mindenképp az a lépés, aminek meg kell történnie, mert enélkül nem fognak belevágni. Csak esetleg akkor, amikor már késő lesz, itt jön a fájdalompont, amit az imént említettél, viszont akkor már nem biztos, hogy annyi lehetőség lesz. Még azért ezt hozzátenném, hogy <coughs> nyilván ehhez kellenek a vállalkozók, hogy a ki kell, hogy lépjenek. És azért ennek az éremnek van, sajnos van egy másik oldala is, nem akarok én lenni a rosszorú, de hogy aki, aki odáig nem jut el, hogy, hogy angol nyelven keressen és találjon tudást, és maga megtalálja azt, hogy hogyan, Attól nem várhatjuk el, hogy egyik egy külföldi piacon valószínűleg sikeres lesz. Tehát, hogy azért ez egy nagyon-nagyon kétélű sztori. Persze magyarul kell oktatni az embereket, meg a vállalkozókat, de, de akkor a következő akadálynál el fog bukni, hogy külföldi piacra lép, mert, mert ott is nyelvi akadályokba fog utközni. Tehát, hogy azért hogy mi mindig billegünk egy picit ebben, hogy, hogy mekkora szerepünk van ebben. Nyilván kötelességünknek érezzük, meg hogy a tudás megvan bennünk is bennünk, hogy ezt át kell adni, de nem lesz mindenki sikeres valószínűleg. És valószínűleg nem is kell mindenkinek aznak lennél. Ez így van, most szándékosan van. Én mondok egy jó példát, hogy meg lehet ezt úgy csinálni, hogy a kifli.hu már előkerült ma, hogy Magyarországon volt és van 20 éves cél, 20 éve kiszállítással foglalkozik, ugye FMCG és ez a háztartási vásárlás kiszállítással, és jött egy, és, és külföldről és két év alatt eljutott oda, ahova húsz év alatt nem. Tehát, hogy ki lehet menni külföldre, és lehet robbantani. És mondhatjuk, hogy a kifli.hu mennyivel előre volt. A kifli.hu az, az csecéként is egy, egy négy éves cég, de lehet, hogy öt. Tehát, hogy, hogy, meg lehet csinálni, és nincs mindenhol hú és nem is kell, hogy mindenki kifli.hu legyen, de, de igenis oda lehet menni egy piacra, és lehet evangelizálni a piacot a régi szereplőkkel. És megnézted, hogy hát, ránéztek volna Magyarországra, hát itt van egy 20 éves szereplő, hú, hát az biztos, hogy már nagyon erő, ne is menjünk be, hát hú, hát látjátok, hogy biztos nagyon be van ágyazódva. No, 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 nem teszi meg a piac ezt a szívességet. Mi az a az egy mondat, és örülök, hogy már, már mondjuk a pozitív példákat egy kicsit ilyen lelkesítően a végére fordulunk, hogy mi az, amit egy mondatban, vagy talán bővített mondatban, hogy adjunk egy kis lehetőséget is, kívánnátok a magyar elkereskedőknek, vagy tanácsolnátok a magyar elkereskedőknek, hogyha külföldi terjeszkedésben gondolkodnak, vagy vagy mondjuk akár egy két, két lépés áterül, hogy egy növekedési üzleti szemlélettel rendelkeznek, amiben beleírhat akár a külföldi terjeszkedés is, akkor mit tanácsolnátok nekik én azt tanácsolom nekik, hogy, hogy nézzenek magukba, és ez nem az a nézd magadba, fiam, hanem hogy, hogy, őszintén nézzen szembe magával, a piacával, az üzleti modellével, és ne a vágyait és ne az elvárásait mondja magának, hanem valóban csinálni egy magáról őszintén, és nézze meg, hogy, hogy és lehet, hogy van biztosan önnek a piaca menni fog, nem tudom miért, de menni fog. És vizsgálja meg ne rövid távon, hanem hosszú távon a lehetőségeit, a, a ráváró veszélyeket, és ebből vonja le a, a konzekvenciákat. És lesz olyan, akinek az lesz a konzekvencia, hogy nem kell mit csinálnia, valószínűleg ezek vannak kevesen, és egy csomóan az lesz, hogy kell valamit csinálnia. Én ezt tudom javasolni, hogy nem is, én senkit nem a, a, a külföldi terjeszkedésre bíztatok, mi ebben láttuk a növekedésnek a lehetőségét és egy, egy stabilitás. ennek rengeteg előnye van attól függetlenül hogy több potenci vagy attól még adicionálisan tovább hogy több potenciális vásárlónk van nőtt az árbevételünk. Az árbevételünk nőtt de koronában nőtt meg euróban nőtt Szlovákiából. Ha csak az elmúlt egy évben megnézzük a, a forint viszonyát a, a dollárhoz és megnézzük a, a lejnek vagy a koronának vagy az eurónak a viszonyát tehát nem kell mondani hogy ez egy külön milyen milyen nyereség tavalyig bérelt raktárba voltunk, eh, amit Euróba szerződtünk. Minden Magyarország ingatlan Euróba szerződik, amit Euróba fizet. Eh, ha van eurós bevételed, nem az, hogy megtervelsz egy forintot, azt átváltod rossz árfolyamon euróra, majd odadod a főbérlődnek, hanem egyszerűen csak a szlovák bevételből kifizeted a, a bérleti díjat. Tehát rengeteg, rengetegen adicionális van, és nem biztos, hogy mindenkinek a külföldi terjeszkedés lesz a megoldás, de, de egy önvizsgálat az biztos, hogy mindenkinek hatásos lesz. Rá is csatlakoznék az önvizsgálat szóra. Szerintem is ez nagyon fontos, illetve a legfontosabb az, hogy azt megnézzék az emberek, a kereskedők, hogy miben jók valójában. Tehát amikor mi például elindultunk a webshipivel, nem azért lett a webshipi már a piacvezető, mert mi voltunk az elsők, akik Magyarországon fulfillmentet csináltunk, hanem pontosan tudtuk azt, hogy egy teljesen új felfogásban fogjuk ezt csinálni. Fölismertük, hogy a fulfillment lényege nem a logisztika, hanem a technológia, ami mögötte van. És vannak olyan példák, ahol például a pelenka.hu példája nagyon jó, ugye a csöröknézőlék, amikor egyszer nem értettem, hogy nagyon régóta ismerem már, és nem értem pelenkát, annyian árulnak már pelenkát. Miért lesz sikeres a pelenka.hu? Mondta, ja, majd ezt én tudom és nézzük meg a számait, most pontosan nem tudom, de nagyon sikeres a pelenka.hu. Ha, valamiről, ha valaki biztos benne, hogy, hogy, hogy valamiben jó, nyilvánvalóan azt tudjuk, hogy valamiért sikeresek lettünk, miért lettünk sikeresek, azt meg lehet nézni egy másik piacon is egyébként. Lehet, hogy árulják ugyanazt a terméket, de lehet, hogy ugyanazzal a technikával, ugyanazzal a hozzáadott értékkel, ugyanazzal a sikerfaktorral, ott is sikeresek leszünk. És szerintem ez, ez innentől kezdve pedig a tudatosság. Tehát az, hogy tudjuk azt, hogy mi az, ami megkülönböztet minket. Ha, ami, ami nagyon fontos ebben például, és például a kifli.hu és a Kalanka.hu példájából, hogy mindkettő nagyon jó, mert a végső soron a, a fogyasztó a vásárló mond egy verdiktet róla. Tehát, hogy ő, mondja meg, hogy vásárol le vagy nem. Amikor ez, ez itthon lehet egy piacot építeni, a külföldön, az, én azt, mond, azt mondom szoktam mondani, hogy egy cintiszta igazság pillanata. Amikor haverok, barátok, kapcsolódás minden nélkül elkezd tehát á, kimész a piacra tök ismeretlenül, és kiteszed Igen. a portékádat. És veszik vagy nem veszik. Tehát, hogy ez egy nagyon kegyetlen uh, reality check, ahogy az angol mondja, hogy egy ilyen valóság uh, check, hogy hogy, 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 visszajön, hogy, hogy ez most uh, mi, mi, is valójában jó, is az valójában, amit uh, csinálok. Tehát, hogy, hogy és a kifli.hu és a pelenka.hu ban szerintem a közös pont az, hogy nagyon érti azt, hogy, hogy mi fontos a vásárlójának. A célcsoportját Igen. kívülről betéve is Igen. meg. Pontosan. Abszolút. Én még hozzátenném azt, hogy kicsit nyitottabban lehetne gondolkozni. Mi nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy akik gondolkoznak adott esetben, vagy ha felkeltjük az érdeklődést arra, hogy a külföldi piacra lépjen egy kereskedő, akkor mi mindig azt látjuk, hogy a magyar trendek szerint próbálkoznak gondolkozni, ami pedig nem biztos hogy ugyanígy működik a külföldi országokban. Jó példa erre például, hogyha a szállításokat nézzük, akkor itt mindannyian tudjuk, hogy Magyarországon a házhoz szállítás, ami, ami jelenleg dominálja a piacot, de Csehország, Szlovákia, vagy ezekben az elkereskedelemben fejlettebb országban, ez, ez mi azt, hogy abszolút nem ezt tapasztaljuk, hogy nem, hogy alternatívaként teljes értékű kiszállítási mondjuk egy fix pontos szállítás, hanem, hanem sok esetben már meg is előzte a házaszállítási alternatívákat. És ugye más költségvonzata is van ennek, így nem szabad például ezen példamentén abba gondolkozni, hogy mennyi mondjuk egy összehasonlítani egy házhoz szállítást, amikor az emberek nem azt fogják ott kérni, és erre, ezzel csatlakoznak én is arra, hogy nagyon fontos, hogy ismerd a célközönségedet. Sokan gondolják azt, hogy terméket árulj, de bár az én azt gondolom, hogy nem terméket, ügyfélélményt árulsz, aminek egy nagy része a termék, és akkor a customer care, a megjelenés, az ügyintézés, az átfutási idő, a logisztika, a visszaszállítási opciók, ezeket kell így igazság szerint egybenézni, és úgy gondolom, hogy ebben egy picit, ebben a fajta gondolkodásban kevésbé vagyunk nyitottak, vagy kevésbé többet követjük azokat az elkereskedelmi trendeket, amiket más országokban már követnek, és verseny versenyelőnyként használnak ki. Köszi szépen a válaszokat. Én alapvetően két dolgot üzennék a webshop tulajdonosoknak vagy két dolgot kívánnék a webshop tulajdonosoknak a jövőben, az üzleti döntéshozóknak, az egyik a bátorság. Tehát azt látjuk, hogy már az említett cseh és szlovák példának a kitaposott ősvény miatt is, akár bátrabbak is a webshopok, mint kéne sok esetben. Tehát volt olyan megkeresésünk, amikor jött egy webshop, és mondta, hogy öt országban vagyunk. Hát az első az volt, megnéztük a számaikat, és mondtuk, hogy jó, akkor koncentráljunk háromra. <laughs> és, és azt a másik kettőt engedjük el, ez konkrét megtörtént eset, divat szlovák webshop, pont a, a közelmúltból. Tehát, hogy, hogy és, és a Magyarországon, tehát a magyar webshopok, most pár kivételt leszámítva a Linda, a Pepita és a hasonló a már említett példákat, inkább bátorság hiány vannak ezzel kapcsolatban, mert tudás hiány, a többi. ezt most kicsit kiemelhető. Tehát én, én több bátorságot kívánnék magunknak ezzel kapcsolatban. A második pedig a kitartás. Az egyik ilyen kedvenc mondásom, 20. század elején élt a magyar származású amerikai tőzsde Kosztolány nevezetű. Tehát ez még a telegráf idejében, amikor nem másodperc trade-eltek, hanem konkrétan a nap végén megnézte az eredményeket, és akkor a telegráfa elküldte, hogy vegyél ennyit stop, adjál annyit stop. Tehát ebből a korból, és ő fundamentalista befektető volt az időben, is volt egy ilyen nagy mondás, amit el sajátítottam a kitartással kapcsolatban, hogy kétszer kettő egyenlő 5 mínusz egy. Tehát, hogy az, amire számítasz, az bekövetkezik, csak később, és legyen egy kis kitartással. Úgyhogy akkor Köszönöm szépen a, a Szabolcsnak, Ricsinek, Andrásnak itt a panelbeszélgetésben a, a, az elhangzott sok-sok okosságot. Bízom benne, hogy a nézők is ezt értékesnek ítélték ott a monitor másik felében. Ezen el akkor berekeztenénk ezt a panelbeszélgetést, és mindenkinek nagyon szép napot kívánok a képernyő másik oldalán, és nektek is. És jó szezont! Köszönjük szépen! Köszönjük, Köszönjük szépen! szépen.